Akkor próbáljunk meg valamit. Igen, megnézem még itt a izét, hogy itt milyen szárnyas jószággal, mi a faszommal fognak itt bármit is. Szárnyas jószág. Persze. Kuponellát is fognak itten izével, meg bábbal is lehet fogni. Na, a szúnyoglárva báb az oké. A dacét fogják. Az, aha. Úgy de meleg van, baszki most. És végül lehet próbálni mindent is. Jó. Szép napot mindenkinek. Hia Bálint. Papás van, gyerekek. Akkor. Végre hazaértünk. Lehet, hogy ez csak optikai csalog. Merre voltál, Bálint? Papás. Pecázni? Mindenfele. Nem. Tegnap voltam pecázni. Ja. De ma voltunk a nyaralót, megnéztük, voltunk a nyaralóba. Ott a Tiszánál. Uh-huh. Aztán jöttünk hazafelé, hazadobtuk az ismerősöket. Szép út volt, egészen 6 órát utaztunk. Az még 7 sincs, mi? Aha. Hogy kiszámoltam. Olyan szép jégesőbe futottunk. Az már nem olyan jó, mert ugye a kocsinak használ a fényezésnek. Az igen, hát igen. Hál' Istennek meg tudtunk állni egy fa alatt. Nem baszta össze nagyon. De vajon mekkora itt a víz, hagyd nézzem már meg. Engedjünk egy kicsit nagyobb ereszteiket. Engedjünk még a méteres körül itt. Megnézzük így, mi lesz. Az Daniel, való. Hát ez meg hogy volt 16-os végén az a borsó. Te vasz, hát megkérdez a játékból, azt elállítja. El. Van mikor elállítja, nem mindig. Ja, puliszka, szia brutika. Általában el. Igen. Csak hallgatom, mert húzom az egyikön a halad kifele, a másik meg csörög, mint az állat, húzza. Nézem 16-oson fék, 5,6-os. Common kárpuszta. Már megörült értelem, valami nagyot akasztotta. Hát igen, persze, ahogy ne. Hát ha egyből kell, jaja. Nem, át kéne lépni a 26-os szintre. Hajrá. Nem sok kell hozzá. 60 000 XP kéne hozzá. Hát az meg lesz hamar. Hát, hogyha vannak is partnerek benne. Tegnap napközben kiszedtem egy 20-as amúrt. 4.35-ös Vivi. Na, ezt szeretem. Küzdöttünk egy jót. Hey ho, kicsi kocsi bum bum, kicsi kocsi bum bum, jó kis gép. Ugyan, kicsi kocsi bum bum, kicsi kocsi bum bum, százzal tép. Hey ho, kicsi kocsi bum bum, kicsi kocsi hűtás vagy. Bum bum, kicsi kocsi bum bum, öcserben sose hagy. Bum bum, kicsi kocsi bum bum, öcserben sose hagy. Bum bum, kicsi bum bum, kicsi kocsi bum bum, kicsi kocsi bum bum, yeah! Tengerről hogy lehet kimenni gyorsabban? Csak úgy, hogy kihajózok, vagy van valami gomb, vagy mit tudom én, átvétel? Alt F4, igen. Vagy átugrasz egy másik pályára. Alt F4? Ha nem akarod, hogy jó az erengéd, akkor átvisz egy másik pályára, vissza. De úgy is, hogy arannyal vagyok itt? Azt már nem tudom. Azzal nem biztos, hogy vissza tudsz jönni. Vagy akkor felhasználsz még egy aranyat. Nem tudom. Azt nem akarok. Akkor lépjék ki, Alt F4, azt vissza belépe a kényszer. Hát de akkor megint használja az aranyat. De ami még fennmarad, ugye? Hát itt van kicsi, nincs itt. Mi? Hát kicsi,
Kicsit, hogy csináltad itt, meg itt, ezt? Itt van az öcséd. Ha kilépsz a izébe, a... Alt F4-je. Alt F4-je, akkor újra aranyat kell használni, hogy vissza tudjál jönni, mi? Nem. De, ne, de amivel van aktiválva... Visszadob a partra, megmarad az idő, ami még maradt, azt ennyi, azt mész vissza annyi? A hajóba, ennyi. Akkor meg jó. Azért mondom, szerintem nem, mert ugye amivel van ugyanolyan, aktiválva... mint egy sima phaser lennél. Csak aranyja, ennyi. Hát ott tököm tudtam. Mert volt olyan, hogy az egyik nap két oroszat toltam, nem olyan szarú, úgy utána a másik háromnak hagytam másnak. Aha. Hát azért mondom, hogy próbálni kell ezzel is, azzal is, nem tudom. Na, jó van. Hatam tudja. Haló Alpen, szervusz. Elvileg, elvileg, ugye amiben van aktiválva, az nem vészel akkor. Nem. Én csak annyit akarok, hogy kimenjek, hogy eladjam a halakat, mert már tele a szák. Hello, Jari. Akkor alternatív, és visszajössz. Ennyi. Szerintem, ha messze vagy a kikötőhöz, akkor hamarabb az alternatív, ugye, mert igen. Belépel, hamarabb megvan, mint szónak állt. Visszahajókázni. Erre vagy, Tuzson, látom, busát fogtál az elég. Fogtam egy busát, baszki, egy, mi az Istent, egy rákot. Hát most már jönnek azért kettő, márna. Tovább vagyok. Igen? Mhm. Egy spotton vagy? Hát a 3303-on. 3303. Ja, meg egy izét, egy 3,5 kilós harcsát. Hát az nagyon aha. Kell. A baj az a nagyon jó, igen. Boldog. Bajszustuk. Jaj, jaj. Megyen az, az felvesz az is mindent, ha kell, ha nem. Minden is. Mindent is felvesz. Én is ott fogtam azért a annó 25 kilós harcsát a boldival. Mhm. Emlékszem rá. Csodálkoztunk is rajta, hogy mi a franc az. Igen. Tőle, mikor a előke is van feltéve, azt mondta, Istennek nem akar kijönni. Amúgy nekem is a 67 kilós, hogy mennyi. Kicsit szenvedtem vele. Előkével. Rohadj meg, köcsök. Én itt maradtam a macin, nem tudok hova menni, mit csinálják, hova menjék? Te onnan fogva a nyugdíjba menni. Majd én is elnézem a ciromítja. Ember nem megy. Há? Nem. Ki van száradó, nem hallottad? Leengedjük a vizet. Én majd most fogok hallani róla. Hú, basszus az a villámcsapás, te. Szia Balázs. Azt a rohadt. Azt hittem már játékba. Na. Streambe. A játékba van, a játékba, streambe. Itt üldögeltünk, beszélgetünk itt a főnökékkel, azt úgy elámosodtam, beszélgettem. Semmit nem csináltunk. Ah, mondom, jövök hazafele. Ja, puliszka. Látlak ám, ne bújkáljál. Cigán, látlak, hogy oda bújtál fal megé. Gyere fölfele a Discordra, hallod-e? Szervusz, he! Hogy játszom, én emberem vagyok, jöveget tett eddig. Ahogy én megjöttem, elment. Uh-huh. Jó, csak én tettem hozzá. Tengerem vagy puliszka? Na meg a... Jó van. Jó, ezt én levesztük. Megcsaltál. Azt hittem, hogy itt maradsz. Na olyat nem. Ki a Borislav? Teszünk rá egy ilyen faszomat. Ezt levesszük. Oj, te! Miami? Igen. Azt nem szabad elengedni, miért csináltad? Mármint mit? Hát a halat. Fish got away, kiírta.
Hát leakadt, a hal elmenekült. Na ezt nem szabad csinálni. A Dom nem mondta. Nem szabad elengedni. Ja, de mondta. Ja, de mondta, hát ez van. Ja, de csak mondta. Azt nem mondta, hogy hogy kell úgy izélni, hogy nehogy leakadjon. Daniel, te vagy a hat lapos a játékban. Szerintem össze fog állni a kép lassan. Mert te lettél 13-as szintű. Hogy miért vannak ilyen külön-külön izei nevekkel fent, hogy játékban más néven diszkózni. Aha, oké. Menj hát, Dani, szia. Az ember nem tudja... Üdv emberek. Hát igen, nehéz. Nehéz. Nem, hogy a Discordon átírnák a nevüket arra névre, ami valójában a játékban van, azt át lehet írni. Hát a baszat a Twitch-en én sem bírtam a Locesz 67-et, hiába írtam, baszat az a név. A Twitch-en megint más, de a Discordon lehet nevet módosítani. A Discordon persze. Hát még ha nem is pont ugyanaz, mint a játékban, de viszont maga a nevet betúrjérez, akkor esetleg más a szám utána, amit beírsz, vagy valami, de az, hogy bazd meg így agyfasz kap az ember, hogy nem tudja, hogy ki kicsoda, bazd meg. Játékban megint más, itt a Discordon megint más, azt nem tudja az ember összerakni a képet, bazd meg. Hát ki a fasz fogja megjegyezni némelyiknek a nevét, hogy itt ez nehéz, a nehéz sok embernek megjegyezni, nem? Persze. Hát igen. Nem is ha értem, több időt miért, együtt töltünk, akkor utána megvan, mert akkor már emlékszik jó, rá az ember. Hát én nem fogom rajta túlórázhatni az agyamat, az már most mondom, érted? Öreg vagyok én már ahhoz, hogy túlórázzak, nem rajta? Ennyi, hát most azért érted. Én be tudom írni normális, hogy itt is az a nevem, meg ott is, akkor más is meg tudná oldani. Hát most nem is értem. Nekem is mind a kettőm blind. Ja. Egyszerűen. Mastur Bálint, Shorthead Barbell 3-4. Na. Meg a... Tala a Siberian Sartre. Volna a neve, akkor nem kell tudta húzni. Ki kicsoda. Kikibe el van. Van a hasam, és üteményt megettem. A jó, be fogod csömölni. És mond. Én Borisszal próbálkoztam ám a pontyúzni, de nem akar harapni. Hát a megfelelő csalit kell használni. Hát sajnos ez nem megy mindenhol. Na még 900 XP és feloldódik a maci. Már ott tartasz? Mindjárt 18-as szinten lesz. Az igen. Reggeltel estig nyom. Igen, a Donetsz rufa az nem tartozik az egyszerűen megfogható halak közé. Ahhoz képest ő milyen kicsi, de olyan gané. Hát ez az. Kis baszadék, nem Jézus? Az baszadék, így van. Nincs itt hal csikánó, igaz Jézus? Nincs. Buzik ezek az oroszok, nincs ebbe hal. Én egyszer megfogtam a trófát, de egyszer ott is hagytam. Hát akinek van szerencséje, sikerül. Nekem se sikerül sajnos. Hát majd meg lesz egyszer. Előbb-utóbb úgyis beadja. Én gondolkoztam rajta, hogy ma elmegyek Szeverszkire, de egyszerűen nem látom még a hetibe se, hogy fogtok volna valamit a napokba. Nincs. Én is most átjöttem ide, most ilyen repülőgecivel van egy rovar. Én Balázs pontosan ugyanolyan gané, mint a Golden Tench. Igen. Úgyhogy én is, aki csüngetem, úsztatom, háthajom valami, de
Miami, megvan a 18-as szint. Az korrekt. Gratkozzá. Gratkozz. Pillanat ja. Megvan. Gratulál. GG. Gratulál. Köszönöm, köszönöm. Ami szépen lassan meg lesz. Nem kell ide dip nekik. Dip nélkül is jönnek. Miami, akkor lassan jöhetsz a macira, mi? Amenni mehetek, csak cuccom nincs még. Na hát ez az. Az meg nem árt, ha legalább egy 15 kilós borcsaukkal támadsz, mert kisebben. Hát legalább, igen. Kaliber a minimumban. Hát ugye Golden, Golden nem is el lehet. Még a Norgával is el lehet a körködni. El lehet. Én ezzel a Gold 60-assal voltam. Arra meg egyébként is sok zsinóra. 14 kilóval. El lehetett lenni azzal is. El. Ó, egyszer emlékszem, még régebben csak ez a Gold Orson volt, meg volt egy Brezdi boton. Ez a 16 kilós, azzal kiszedtem egy 30-as amúrt. Rokirufe. Így, bazd meg! Én a lacsáti orsóval kiszedtem a 20-hány kilós, bazd meg. Hogy mondod, kicsi? Mondom, itt aludt a boton ez a köcsökben, de már hadszol meg, mert ez a szar, de nem is kéri a matricába, az a szutyok vittem. Nem, nem kéri. Faszomat már, komolyan mondom, semmi más nem ad ide, legalább egy Gedeont adna ide, vagy valami. Gedeon. Fogjál Gedeont. Azt fogtam délután, Gedeon. Tényleg. Gedeont nekem kétszer ölten a profit, hát mondom, az már megvan, bazd meg. Hát már előttetről mennyit fogtam, én rakadtam, bazd meg, Blake-et is, meg Gedeont is. Mondom, az nem kell. Dacia-t is. Azok már ezer éve megvannak. Szűnye Gábor, fogja belőle sokat, kicsi. Ahogy fog. Igen. Mondom, már ne adjad, mert a bummal van bőven. Na, hát nem is kell a matricába az a buziru. Nem. Itt fogtam. Pontiákot fogtam. Fogtam egy Pontiákot. Egyen rövidebb, megint az izé. Hanyas motor van abban a Pontiákban? Nem tudom, de nagyon gyengus volt. 270 grammos, de mindegy, mert a pitbothoz beszámolja. Még kéne valamiket fogni, ami repülő szarra jön. Pontiák. 270 gramm, olyan kis baszadék. Persze, kis szaromaur van. Semmire nem valahol. Most próbálom itt a spitzbotot, és hát ha arra Jogabi. Van valami lakó. Gábor. Hát ha spitzbotos is, de hát arra is mi a fasz fog tudni fogni 5 kilós valamit vannak spitzbottal, ilyen repülős lárvás gecivel van. Mi fog arra menni? Semmi bazni. Hát az ide. De hát azért majd is 5 kilósat fogni. De azért mondom, hogy adjad már. Nem tudom, mit tudom, mit képzeltek, hogy arra mi fog jönni rinotéroszba. Na az. Nem jön itt a semmi se csikálna. Azt mondja Balázs, én ma egész nap a tubán a shorthead barbelt akarom megfogni. Helyette fogtam tok trófeát. Na hát az jó. Az is jó, legalább az is egy kicsit kárpótol. Igen, abban van legalább. Az jó pénz, bazdmeg. Az jó pénz. Most egy trofit, ha fog belőle az orosztokból, vagy akármelyikből azért, na. Az már azért jó. Mennyit fizetett az Balázs? Mindjárt mondja, meg itt rohad a szákba. Nem tudom én. Az a baj, az orosztok sem megyen, mert ha menne már régen, ott basznám a rezet. Jajj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 aj
oké, Balázs, rendben. Az igen. Még nem bálod be a picsád a székbe? Nem széken ül, hanem a parton, már kiült. Ja, ja, tényleg a parton. De... Most írt a tényleg igazad van. Helye már megbombolni, mert biztos. Mert mekkora ereszték kéne ide. Kitoporzékoltad már ott magadat? Hm? Megnézem mélyebben, hát, hogy a mélyebben valami már itt. Csaki! Olyan mély keres ereszték-e nem akar jönni semmi. Engedjünk egyesenet neki, hát, hogy mélyebben valaki. Az 55-31-en itt a Maci megpróbáltam 19 meg 21 méteren, és hát a 19-21 az semmi. 17-en már annál inkább.
Hát jött egy értesítés, hogy lejárt a 6 hónap a WoW-ba, és ő nem bírta megint levonni a 6 hónapot. Ugye a... De... De most azt nem játszod. Az utóbbi időben nem játszottad, mi? Kinyomta magát. Ja. Próbálok még a barberra és egy botta. Maradék kettő. Marad volt is. Na nézzük akkor. Mit ásikálunk ki? Egy darab Redworn. Az kemény. Ha út mellette 10 rendes worm, de hát abban pont, hogy nem igazán kell. Hol tegyek fel? Bezdeg, Náze, Gedeon jön, Rufa nem. Ez elég ritka hal, hát nehéz. Jajjajj. Na nézzük azt az Alt F4-et. Vízs ki a partra. Ja. Az a legegyszerűbb ma ugye hamar kiírni. Igen. Jó napot, Gyurmán, szia! Hamarabb vissza belépel, mint kicsvaunak ázik, meg vissza megint. 2-3-os fightingban. 54 ezer XP, az igen. Azt szoktad most? Azt mondja Gábor a Gyurmának. Szevat kaminos. 700 gram kellett volna. Profi legyen. A kaminos Gyurma. Előrébb valahova, itt sincs semmi. Éppen bevacsorázta. Én is ettem egy kis rántott karfiolt. Egyelőre elég is. Lövöldözés lesz ma? Kinek van rip? Mi van rip? Nem tudom. Kristóf, real is broken. Tizenkettes szintű. Ja, az négy orsó eddig a 12-es szinten. Igen, az nem rossz. Az jó arány. Jó bekezdett. És a Balázs nekem a kínai fórumos versenyt ad be a donátszer, de nagyon sok ezer óra volt, mire beadta a kis köcsöket. Rohadék az ahol. Tudod, még nem sok volt szó. Hát rákeresel olyanra, hogy Zsoldi Peti, 34-es, majd megnézed Jánosunk, hogy mennyi van neki törve. Zsolti Peti. Zsolti? Vagy Zsoldi? Zsoldi. Zsoldi. Zsoldi Peti. 34. Okay. Most 39. Igen. Ő 39-es szintű. 38. Szóval 27 bot. Aztán a statisztika? Az. Peti. Nem, de látod, ott van, már megvan végül a fekete vengája, azt már megvette pénzért, már tökete le volt, hogy eltöldelt mindent. Hát ha valamikor röhögtünk rajta, menj, hát minden nap egy gyorsónak recs. Hát szerintem nem sokat tekervénye van szóval. Nem neki van az a játék kitalálva. És szeretné lenni? Már most így, hogy már nagyobb szinten van, így megvette ugye a fekete vengát, ha van rá pénze. És ugye már ezt csak nem fogja talán eltörni, nem, bár nem lehetetlen, mi? Sose lehet tudni. Hát vannak ilyen emberek, hogy egyszer nem megy. Hát én biztos nem vennék
valódi pénzért olyan a nagy orsót. Oké, okay, hogy egy goldent én annól megvettem. Hát mennyi az, vagy 90 ezer. Aranyér, de hát az... Hát, na ez az. Ez az. Ez rengeteg. Goldent megvettem, itt amint 5 euró, vagy mennyi volt az ára összesen. Az egy dolog, hát az nem pénz igazából, érte? Hát már szerencsétlen, mert nem tudja magának összefarmolni. Hát ugye mindig röhögtünk rá, na apunak megint nyílik a pénztárca, megint venni kell másik orsót. Nem tudom mennyi ide is lehet, de hát... agytekervényének száma az nem sok. Azt mondja, hogy keres rá erre a névre. Salti 4239. Neki aztán van orsója törve. Nem magyar a csávó. Salti? Várjál, rákeresek. S-A-L-T-Y 4239 2-39. Negyvenhármas szintű. Azt a rohadt! Hát az orsó az 68. A bot az 23. Az igen. 68 orsó, gyerekek. Az szép. Hű. Milyen Salti az? Salti? Y-nal? Igen, Salti. Y-nal 42-39. Az nagyon szép eredmény. De szép Golden Tencset fogott. Biztos megtépte a Golden Tencs. Biztos valószínűleg. Azért lehet itt látni azért szép dolgokat. Hát igen, hát van ott is orsav recsintve, igen. A rekord akar dönteni, ja. Kitartása az volt. Bot törésbe, meg orsó törésbe akar rekordot dönteni, vagy hogy? Igen, valószínű, igen. Hát akkor inkább megvenném a kis... Figyelj, én szerintem a... Hát nem akarok hülyeséget mondani, szerintem a 8.-10. orsó után már töröltem volna a játékot. Hát nem, mert ugye... Az a gond, hogy ugye azt hiszem, hogy felresz egy vastagabb zsinót, akkor meg tudja fogni, de nem tudja megfogni sajnos. Neki áll is elrecsen. Hát akkor az volt a leggyengébb a... Igen. A láncszem igazából. Hát egy, na. Az megeshet, hogy a volt a leggyengébb láncszem. Azért na. Ki tud? Azt tud? Az ilyet soha nem fogod megelőzni. Azt mondja, hogy Rufan is sokat tört. Rufan a neve. Ilyen negatív példákat, erről kellene csinálni egy videót. Hogy ezeket ne kövessétek, srácok. Elrendhető példa. Igen. Játék, ahogy ne játszd. Igen. De az is lehet, hogy ő teszthorgász, teszteli, ja, mit bír persze. Az orsó. Igen, le van az ég a táblázatban, hogy mit bír. A Rufan, az 61 botot és 46 orsót tört el. Na hát. Hát az akkor botba viszi a prímet eddig. Igen. Azért megvan kettőjük között az átlag. Az egyik ebbe jobb, a másik abba jobb. No. Harminc perc, 30 hal. Most húzom a 31-et. Mindjárt jövök. Jó. És? 1-3-as tencs. Nekem se jönnek olyan szarul, ahhoz képest szintlépés előtt vagyok.
meg nincsen rajta. Hát most. Most igen, de hát nem tudom. A délelőtt azt nem mertem kijelenteni azt, hogy jönnek, mert oké, akadt egy-kettő, talán ilyen nagyobb, de többnyire tíz alattiak voltak. Egy-kettő volt nagyobb tőle. De nem baj ez. Hajtani kell gyerekek, mert kell a lé. Már 6002-nél vagyok, Lacesz. Aztán jöhet a tengeri orsó. Bot, nem? Bot, bocsánat, igen. Tengeri bot, az a 70, akárhány kilós. 63. 75. Hát de ne azt vegyed már, nem mondtam, hogy melyiket vegyed. Ami skillt is ad, meg izét is ad. Ez is ad skillt. Pontokat ad, skill pontokat, meg 50%, mit tudom én mit. Ezt úgy nézték végig a dommal, csak most a dom ki van kapcsolva, hogy mondaná melyik az, milyen neve, én nem tudom megmondani neked. De az a bot nem a skill plusz 5 pontot. 5%-ot. A dom féle bot, az az erősebb, igen. Direkt azért nem vettük retával azt, aha, hogy a skillt tudjuk húzni. Majd úgyis mikor odaérek, majd úgyis azért megveszik közösen. BTA, Jig és Pilker. Az a botnak a neve. Addok. Hát az enyém meg a BTA Poseidon, Sensei 88, 50, 190. És ez ad mindenre pontot. Azt mondja, plusz 5% a Marine Fishing Skill, plusz 1 Pilker Rigs Ability, plusz 1 Marine Jigging Rigs, Fillet Rigs, meg az 50% XP. Érted? Ez csomót ad. 1, 2, 3, 4, 5-öt ad. Nem ez vagy most volt. Ott bolt környékén, mi? Én nem. Hát itt ez a lényeg, a plusz 5% a Marine Fishing Skill, hogy a skillt is húzza. Aha. Erről beszéltem a múltkor. Jó, azért mondom, amit hogy ha oda... Amit abban, mert nincs benne ez a skill. Ha odaérünk, akkor megveszik úgyis együtt. Hiszem, hogy az övébe ez a skill az hiányzik. A többi az megvan, csak a skill hiányzik belőle az 5%. De most nem vagyok bót közel, úgyhogy nem tudom megmondani. Hát én azért vettem ezt a botot, kimondotta a skill miatt, mert ugye 98%-on voltam, az istené nem adott skill pontot. 100%-ot eléred, mit ad egyébként? Hát a heavy botot. Heavy botot tudsz használni. Amit most vettem, speciál. Tennap előtt. Gábor küldött valamit. Poseidon Jig és Pilker 92-80-210. Ú, de jó sett ez a fekete amúr. 6-os fekete amúr. 9000 XP-t adott. Pilker Rig, Marine Jigging, Using Fillet Rigs, 50% XP. Na, ez a Poseidon Jig. Ez a Poseidon Jig és Pilker. De az nem adja a skillt, az 5%-ot. Aha. Amit meg én mondok, az meg adja még jó, az 5%-ot. Jó, megnézzük majd azt akkor, persze. Skillt. Úgyhogy 5 izé cuccot ad. Aha. Ez még csak 4-et. Jó. Itt nem nagyobb lesz húzás alapján. Ha két húzni akar, akkor érdemes azt venni, ami nekem van.
De gondolom, adj a tengerre, azért érdekel a skill húzás is. Hát hogyne, persze, hogy minden előbb elérjem a 70, vagy nem tudom mennyitől lehet a karácsonyfát használni. 75. Na most 24,8-on vagyok, azzal egyszeri 5 órás alkalommal. Meglátjuk, srácok, majd. Azért mondtam, hogy ne is orsót vegyél, mert fölösleges, azt majd kifarmol itt a tengeren a tagarákat. A bottal jobban játsz az elején, de az meg adja a skilleket, faszául. Ó, te, egy négyes grasscrap, hát mit akarsz te már? Oh, Balázs, Balázs, most adom el a szákot. 39 hal, 7 óra 15 perc, 2400 szilver. A, izén, a barbeles spotton. 7 órára lebontva 2400 szilver. Hát nem tudom, mondjak rá. Hát a tengeren többet keresel. Ha bár most nem nagyon, de... Most nem. 8, de az 5 óra alatt még volt a 3000, ez is 8 ellen. Óra, 8 óra alatt én is egyszer kiszedtem 2000-et. A macin. 8 óra alatt. Tehát az azt jelenti, hogy az nem olyan rossz. És hogy csak 39 halat fogott, oké. Okay. Én meg 3-szor adtam el a szákot itt. 3 szákot. Hát igen. Na jó nagyot. Jó nagyot, Dom. Na mi újság van? De figyelj, most ahhoz képest, hogy ez a 7 óra alatt 2400 egy kiülő spotom, amely mindig jobb, mint 500 silver. Ez hogy jobb? Azt mondtam pont, hogy a múltkor, amikor ment, tényleg nagyon jól ment a maci. Azon az egy napon 3 szákot szedtem ki a macin, 8 óra hosszal alatt, és az volt 2000. Tehát sokkal többbe került nekem a horgászatom a sok bojli miatt. A 3 szák, tehát a 300 darab halnak kialászása. 2000 ezüstért, mint neki, ott most 39 hal. Nekem sokkal többet kellett beleáldozzam. A bojlira, meg edetőanyagra. Úgyhogy az jó. 342 szilver óránként, az nem rossz. A trófeatok mennyi volt? Igen, az... Mennyi voltatok a trófeatok? Balázs, azt nem nézted meg? Véletlen. 1100. Na, az dobta fel akkor. Igen. Mikor az a jó kis ára érte, tényleg. Ha megyetek, akkor az nagyon jó pénz. A raptor most sporthorgászik? Hogy elment neki valam megint, hogy elengedte? Igen. Sporthorgász visszaengedi a percen. A percen visszaengedi, nem kell az neki, minek. Ja, úgy benne van a játékban az, hogy néha-néha leakad, csak olyan idegtépő tud lenni, mikor látod már ott a hal előtted, és egyszer csak bing, az, hogy azt leugrik. Akkor szól a basz, hogy megyen érted, tekeri az orsat, aztán le is megy, na mondom, akkor hagyjál meg. Ja igen, küzdesz el a fél órát, azt utána. Hát nem kell, mert már ha azért egy ideig küzdesz fel, akkor már általában nem szokott leakadni. Ha nem bambáskod, lehet, hogy nem lazul be a zsinór, akkor elvileg már nem szokott leakadni. De mikor odabasz az orsam, akkor az elkezdi tekerni, azt akkor lepattan utána, hát akkor mondom, dögölj meg. Te baszadék. Baszadék. Igen, ja. Van olyan is. Igen. Megint nincs semmi elraktárokra.
Csak be kéne valami szállt csónakba szállni, bazd meg. Arra van. Arra a egyébként én először az, még a streamen kívül, még a Szeverszkire utaztam, körbenéztem mindent. Mondom, megyek oda valamit. Aha. Te, nem. Itt is esetleg üzeik lehet fogni ezt a kis genyaus zandereket, imittam ott ezt a kis apraukat. Volga zander talán a mélyekben, máshol. Igen, még lesz olyan. Egyébként meg semmi nem jön, nem is tudom itt, mit lehetne itt megnézni, bazd. De lehet kérni. Majd fognak itt ilyen lárváktól, meg... Majd meg, gyere vissza, macira. 170 ezüst és megvan a kaliber. Üzáld bele. 170 ezüst? 700. Ja, 700. Megvan hamar. Pár halad ki, mert italos meg is van. Jó lenne. Egy jó volgászat, egy teli szák, akkor az meg lenne. Pontyokból. Itten van valami. Beunak egyen, van erre. Van ez már függőség. Ez elmegyek. Határozottan. Gyorsan elmegyek Belajára. Kifarmolom az XP-t. Veszek dippet meg bolyt. Belajára az jó szokott lenni általában. Hát igen, hagyja akkor jó, ha meg nem, akkor megette a fene. Hát akkor ottra hagyjam meg. És pincbotot kéne itt valamelyiket be kéne lökni. Nem ilyen jó van. Nem lehet tenni kéne a piros lófasz. Piros lófasz? Piros lófasz, ja. A pece amúgy is függőség. Legköltök... Mi? Leg... költekezősebb hópia. Igen. Jaja. Az biztos. Tegnap olyan jó élmény pecám volt. Na. Két bottal horgáztam. Kettővel lehet. Fédereztem. Egy pontyot húztam ki. Közben a másikon is ott volt még egy ponty. Na, az egymás jó. Után jöttek a pontjuk. Na, szuper. Apumnak kellett kifárasztani a másikat. Egy kis savanyú borkát hozzá. De jó, első dobásra be tudok akadni ebbe a gecináldosba. Azt a legegyszerű paula lököd, akkor persze. Jött. Lia? Van éppen most forgattak nemrég nyáron egy filmet, most adták ki. Fogták benne a 20 kiló feletti pontjukat, én meg nem fogtam még egy kibaszott 20 kilós, egy se azt ott vagyok már 10 nem tudom hány éve. Olyan vicces. Hát szerencse. Ja, hozzá oda is. Hát idén is kint voltam körülbelül 40 napot, ők meg egy hetet. Vagy 5 napot voltak, bocsánat. Felkészültek voltak. Lehet. Tudnak valamit, amit te nem. Igen. Valami technikát. Nem. Jó, jár horgáztak. Nem kell, mert... Erre. Fix helyek vannak. Hát nem az, hogy fix hely, csak nem. Az ember azért utána jár, körülnéz, hogy mi az, amivel lehet fogni. Mennyire jó, meg... most mennek dümegáborék is horgászni, bazd meg.
megmondják, hogy melyik tóra mennek, ugye felveszik a kapcsolatot a tógazdával. Két hétig etettek neki előtte. Annuló érkez! Így könnyű ja, alakul. Én mond állni úgy menne úgyibe. Ja, soljon. Amikor Jankovics Krisztián itt volt a Ábetonta van ott horgászó. Szárbusz, soljon. És... Hol? 150-170 méter, vagy 150 méterre dobott. Beletettek neki csónakkal 150 méterre, azt még meg tudta fixen dobni. Én ülve dobtam, hogy akadt bal meg az én botjaimmal. Az nem távolság. De nem bojl is bottal, mert azt ki nem állhattam. A kis szarokat bazd meg. Rátettem a féltejlát, 300 grammig volt a dobósúly, 350-350-ig fél tárbot megtűttem. Azt hittem, hogy csónakos a csónakból kiütöm, bazd meg. Mondom, öreg hátrébb kéne menni. Mert mondom, nem jó helyen van, lőtávban van. Ja, Franky, hallóka. Azt mondját, miért? Hát mondom, majd homlokon baszom, azt akkor mehet a kórházba. Vagy túléli, vagy nem. Hát fel tud venni egy jó kis sebességet az az ólom. Hát, ja, 150 grammost meg tuhintom, mondjuk elszakad a zsinór véletlenül, homlokon pattintom, nem igen fog mosolyogni. De ahogy is nem, akkor dob csak egy igazi mosolyt. Az. Meg olyan is volt, hogy 10 méterre horgászok a parttól, szembe part az egy ilyen jó 160-170 méterre van. Túlszabályzatában le van írva, hogy 120-ig engedélyezett a behúzás. Ő ide húzott 10 méterre a partunk előtt, mert látta, hogy itt fogtuk a halat. Nem is fogtam, csubot. Az már van. Legalább betettek nekünk is. És Miami, milyennek tartod egyébként a tengeri horgászatot? Hát egyébként jó, csak... hát ugye a halak nagyon hektikusak, tényleg. Mondjuk nem csak itt, de... Mennek az a baj. Hát ja, mennek, inkább elfelé mennek. A Tesco egy good gaunt fogott trofit. De egyébként jó, én nem bántam meg, hogy most kijöttem ide. A pénz jó, Attila, XP hello. Jó, igazából az a ilyen next level pálya egyébként. Ja. Türelmetlenek. Én egyszer voltam, hogy 12 óra stream alatt, hát azt hittem, hogy majd elalszok ott. Pedig jöttek valak, mozogtak, tehát nem volt baj. Annyira tegnap, uncsi. Tegnap nekem is szarabb voltam úgy, már tegnap tengeri beteg voltam, de most még nincsen bajom, de már csak egy óra van belőle. Vagyis... nem. 17 óra. 3-4 óra. Na itt vagyok már, majd 3 óra álljaztam. Kicsit csónakáztam tungusan, hát nem volt komfortérzetem. A 3 óra alatt 24 halat. Múltkor, hogy én is ott voltam tungusan, én is éreztem valamit, csak nem mondtam, de olyan fura érzésem volt. Hát szóval. Nekem is, hogy én most nem akarok itt ülni. Csónakba. Ja. Érdekes, pedig ez csak egy kibaszott játék. Már ki gondoltam, kimondom. Mi lenne akkor, hogyha még VR szemüvegbe kéne játszani? Hm? Akkor hát szerintem akkor. Na, próbáltam. Lenne forgolódás itt. VR-t. Nem rossz, de... De nem kéne. Aha. Nem vennék. Így fasza, hogy elmegyek valahova, azt kipróbálom, vagy fizetek érte. Egy-két órát. De... Úgy jó, de amúgy nem kéne. Jó, hogy bedobtam a bot.
Hova megyek, elég volt ebből, semmit érjünk. Dom, nem jön a barbába. Uzson, nálad mozognak a lecskák? De, hogy mozognak? Nem. Nézek ki a fejembe, egy kapásom nincs. Szomorú. 3 óra alatt fogtam 24 halat, abból 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Én azt mondja, hogy másfél alatt fogtam pillanatot. 9-et. A Retta, az a 12 darab barbel, az mind súly határ fölött van? Vagy volt több barbel és csak azokat kidobtad, vagy összevágtad? Mindegyik vagy... pipás, nem. Mindegyik pipás, aha. Mondja, tudom, bocsánat, hogy beleszóltam. Másfél órája ülök itt, fogtam 9 halat, abból 1, 2, 3, 4 darab Barbie, 2 tok, egy perch, egy catfish, meg egy big head carp. Rendben, rendben puliszka. Majd írom a strigulát. Jön a fekete pontos füzet. 6, 8, 17 darab Barbie. 500 g-tól 8 kilóig. Összesen 26 hal. Birkárp, tokok. Fogtam egy belugát. 9 kilós belugát. Még örül, hogy csak olyan jött. Igen. Mosolyoghat távol egy nagyobbra. 50 kilósra. Ja. Most így jellegű, már fogtam, már nem kellene. 3 tizet kéne a 100%-hoz. Meg lesz az? Na, Tuzsa nem legette a harcsát, fogtam én is egy 3 kilósat. 3-8-ost. Milyen repülő lópasztal fogok még itt valamit? Bábot, nem repülő. Az repülő, légyel brekkencs, ma sem kéne. Így sem lesz olyan megfogva, bármilyen. Most megmondom őszintén. Mondjuk még ez a... Jó tett ez a kis szünet ennek a macinak. Mint nem voltam 7 napja 55-31-en. Darabszámba már többet is fogtam volna, csak egy párat már visszaengedtem, mert pipa nélküliek voltak. Szerintem Jani is oda telefonált Macina halőrnek, hogy etessen már neki elő. Persze, ez az én titkom, hogyne. Mondom én. Jóban van az oroszokkal. Mi az, hogy hogyne? Orosz volt a főbérlő, mert van kontaktom. A streamerre boostolt akkont. Ő meg fentről jött abból a nagyon-nagyon hidegből. Megnézem ezt a szicsert, hogy hogy fog fizetni, mert ezekből most jön erre a My Pillar városát, az már megvan. Mit jelent a pipa? Mutatom. Ez a zöld pipa, ami súly határ alatt van, azon nincs pipa. Most éppen nincsen olyan, amit megmutatok, tehát de van ott egy nézsök. Ezen nincs pipa, ez ilyen 0, valamennyit fizet csak. Ezt maximum összedarabolni, jó, ha szeretnek. Másra nem. Csak foglalja a helyet. Előbözöm a kis svájci bicskámat. Méreten alul, így van. De méreten aluli barom. Itt van, né? Felteszem a vágódeszkára, és akkor éppen... Csinálok bele a halszeletet. Hát jönnek itt a sviccelek, ez vajon hogy fizet a sviccel, nem tudja valaki? Sem fasz. Szerintem olyat nem is nagyon fogtam. Ha fogtam is a faszom, sem nézte az árát valamikor régen. Sviccel. Michel. Michel White. Na. Hagyjuk. Ne kavarjuk fel az emlékeket, jó? Milyen emlék? Mi közöbben hozzá János ehhez? Sose lehet. Széles vásznón néztem. Igen. Közelről. Közelről. Akkor jó mélyre beláttam biztos. Ja.
Odament egész a vászonhoz, keresztül láttam rajta. Odament a vászonhoz, az alá nézett be. Uh-huh, igen. A tévé alá. Igen, a tévé alá. Még gondolom, mikor még a videókazetta rekorderek mentek, akkor lehetett beírálni kifele. Kölcsönzőből. Lehetett vinni a azt is. Számra. Igen, azt is. Mindent is. Volt Maya Gold is, azt hiszem. Na, na, emberek, ezt nem nézni kell, hanem csinálni kell. Hm. Ennyi. Jó, nézzél, hát abban a korban, amikor én nézem, akkor az tapasztalatgyűjtés volt, tudod, ilyen. Igen, információ. Vagy információgyűjtés, bocsánat, inkább úgy fejezném. Persze. Persze. Tapasztalatot már akkor gyűjtött. Igen, az már más. Az már akcióban. Az már más asztal volt, igen. Igen. Ez csak információgyűjtés. Úgy. Tettől írtuk, hogy mit, hogyan. Ugyan kell összeszerelni. Igen. Összeszerelni. Mi a menet? Tudod, nehogy a sorrendet felcseréld. Néha elég volt rá gondolsz, mert kész volt az ember. Kellett rá gondolni, mellé kellett gondolni. Este inkább, Dani. Az majd most lesz jó, 21.49, tehát most már elindulnak majd azok a donetszek. Ami megállíthatatlanul jönnek. Mint a szállító szalagon dobálnak ki fel a... A futó szalagon jönne, ja? Úgy. Persze. Fogó a 20 darabot, a bulettje lesz jó. Rögge a két rosszat, fogtam két darabot. Szerintem lassan elköltöznek, bazi. Én ma is fogtam tizenvalahányat, de hát egy se. Jó, nem tudok hibázni. Még itt van kis latasz. Itt van kis latasz. Hiányoltuk tegnap, igaz? Kis latasz. Vagy nem tegnap, vagy mikor? Ma délelőtt. Délelőtt. Nem látogattál be hozzánk. Röggel voltam, mondom. Két orosz, hát windinger. 8-10-ig kb, aztán elmentem itt. Kipicázott a karaktered, de majd fogta a halakat. Persze. Orba szájba. Automatára kapcsoltad? Nem, az oroszokkal meg volt beszélve. Toljanak meg is ezüstöt. Hogy a büdös picsába mindenki az oroszokkal beszélő meg. Elmegyek hangba. Majd jövök. Rendben, tüzsöm. Oké. Okay. Na most ki kell beszéljem el az ember, hát most csak azokkal. Amely, hogy bunda az egész. Ez aztán jó sikerült dobálnia. Három bot, három keresztben mindegyikkel. Ez nem baj. A gyakorlat, igaz? A gyakorlat. Hát a Rio-be az már gond lenne, igen. Miami csinálja profi szinten ezt a keresztbe kasú. Igen. Olyan közel nem is tudom lerakni a botokat egymásra. Egymásba rakja a botokat már. Mert szerintem ő Iker botokat vett, nem? Hát ennél közelebb én már nem tudom rakni a botokat. Ő meg bírja csinálni. Ő meg tudja. Csak ma sok. Hú, csak ez a hal ne akadjon le, szerintem az életem hala lesz. Jó, de még most elmondod ezt. Nézd az AC, megint fogott egy Barbit, 4-3-ast. Hát én nem tudom, mennyire lehet az jó. A short head. De mindjárt mondom. Hol van az?
Na most én nekem nincs kedvem ott rostokolni, bazdik, itt ja, Balázs volt ott, Balázs 9.97, 7 óra hossza, 39 halat fogott. Azt tudom, azt láttam. Azt láttad, igen. Tehát a tengerbe indul, annál jobb. A tenger sokkal. Hívő peca. Az, hogy mit jelent ez? Puliszka? Nincs vendéged véletlen? Na most 7 óra szat érted, 39 hal. És tehát leülsz egy 2-3 rosszabb azig. Nem gyöm szép nagy, akkor lófasz. Nem válogatunk. Sorba szedünk mindent. Ennyi. Még nincs. Mindig csak a nagy, meg a tökömet a nagy. Hát ott muszáj, mert nem gyűl lófasz se. De? Okay. Óra hosszánként gyűl 4 hal, azért vagy ott. Ne. Hát akkor jó, akkor sokat mondtál. Jöjjön nyugodt. Ezzel most megküzdöttem ezzel a csukkal. Csak iva. Aha. 11-253. 11-253. Na jó az. Abban talán ér valami. Igen, csak itt 10 fölött ér valami. Csávot újra kell éleszteni. Na, alig a séta lesz. Legatyásodott? Teljesen. Adjad neki a taját. Ki van szárad a szegény. Alinkát, vagy sört neki, nem teját. Ez egy kilos kordba, az meg elmész a picsába. Ez jó pénz, nagyon jó pénz. Mész időt. Nem is értelek. Én már magam, hogy se értem. És értelek. Mi játszok én ezzel, bazd. Miért vagy még mindig tengerön, bazd? Hát ez az. Na én nem adom föl. Hát várjál, mert ő váltogatja, ő azért van benne változatosság a lacos játékában, mert vagy a winding, vagy a tenger. Jó, hát windingre is akkor, hogy mikor orsót javi. Hát ma nem javított a orsót, de kipróbáltam windinget, hát ha sikerült 6 darab ilyen 50 grammosat fognom. Donetszet, úgyhogy... Az igen. Feladtam a remény. Versenysúly, bazd. Feladtam. Csak visszahúzott a szívem ide a tengerre, bazd. Jó rossz szíved van. Nem, 80 grammos nem, vízi. Nem, Lacesznek nem rossz a szíve. Ennyi idegeskedés után még így bírja. Le a kalapa. Azért a tengeren nem lehet leakadni. Egy csömet. Dehogy nem, menjél csak ki a partra. Na, fogd meg a söröm. Le tudsz akadni. Fogd meg a söröm, tessék, megmutatom neked, hogy kell. Na gyere, halacska, gyere. Na csak... Igazán nagy halat akartok fogni, menjetek el 80-as. Hogy a 100-as. Nem kell az a 80-asba venni, itt a 30-as is elég, 34-es. Hát ott én nem fogtam 40 kiló fölött halat. Ma is elment egy ördögűző, bazdmeg. Ördögűző. Hát a Vengár úgy vitt el a zsinórba, az meg, mint az állat. Nem is lett van rajta. Ja. Nekem is mondom, a tagarár úgy csak ment, mondom, állj már. Esélyem se volt megállítani megint. Akkor a TF4 lett a vége? Így van. Hát a TF4, ennyi. Hát igen. Mit csinálni. Pedig a nagy botra jött meg a Vengár, azt még sem bírtam kezdeni vele semmi. Annak kéne már egy jó tengeri orsó. Hát na. De hát azok olyan rohadt drága, hogy jó, nem drága, hogy nincsen pénzed. Hát 70 ezer nem mondta, hogy nem drága, hogy jósolj. Hát nem drága, csak nincs rá pénzed, amúgy nem drága. Csak össze kell farmolnod. Hát ha volna 200 ezerem, nem volna drága. Igen. Ha nekem is volna 150-nél. Az könnyű eltapsolna 100 ezeret is. Hát az. Pikpakos már. Hát a legnagyobb tengeri bort, meg a legjobb borsó, a 120-ból jön ki. 130 majdnem. 134-ből? Az 1000-ből. 130, ez. Olyan, mi ki álmodni se tudjuk ezt az összeget. Csak rá kérdezik. Meg álmodni. Hát, hogy biztosra mentem, hogy jó hallottam, vagy nem jó hallottam. Hitelre nem lehet venni?
Dehogy is nem. Repszára. Csak húzzák a strigulát. Itt nincs provident, bazd meg. Nincsen provident. Provident. arra fáznák rá a provident lenne az oroszok kezéből. Az biztos. Visszanyögni nem bírnád, bazd meg. 300-as vajting és pipás, bazd meg. Aztán a játék az nem is igazából már szórakozás kategóriába tartozna, ha lenne hiteled, mert akkor úgy éreznéd, hogy... Mennyi az a Gauliáf? Na, bazd meg, megint Magyarországon vagyok. Hitelből, hitelből. A Gauliáf, az mennyi az a perelfutó? 39 ezer. Szia, Dani, a fél veséimet adnám azért a szettér. Szerintem sokan használják azt. Gauliáfot használják, a trikk is használja. Azért mondom, az... Azt szerintem... Mert arra biztos, hogy sok zsinó rámegyen. Én hát 30 ezeres orsó van, arra fél zsinó. Na, igen. Gyere csak kifele, a jó édesanyád. Merre vagy sólyom most? Macsi. Spot? Az, amit mondtam. Ja. 70. Ott csak hátul. Odajárok. Csak oda jársz. Ki a végére? Ja. Tegnap este valami 500 ezüstet kifarmoltam. 3-3 és fél óra alatt. Nagyon jó. Amúr, poncs, jön. És szép nagyok. Nem mondom, hogy 20 kilósak, de jön. 300-as whitingokat kapok és pipás, bazd meg. De én beszarok el. Hónap elkezdődik ismét az iskola Németországban. Ér még talán egy szilvert is darabja. Hónap ismét dolgozni megyek. Én is már. Mondom, az is újdonság, mint az iskola kezdés, azért mondom. Aj, de várom már, hogy amúrozhassak. Hát akkor tessék jönni ide, macsira lehet sokat fogni. Lehet belőle. Lehet tönkevágni az orszót, így van. 2, 3, 4 darabot fogtam. 16 perc alatt, csak amúr. Kinek kell küldeni krumplit orgot? Ki akarja tönkevágni az orszót? Azt mondja, Dani, 3 kilós orszót nem sokáig bírna. Figyelj, egy ilyen, milyen rántás lenne. És akkor még szívesen beírjuk a chatre, hogy nézd, a Raptor megfogta a trofi shorthead barbelt. Ennyi. Mennyit ült rajta vajon? GG Raptor rajta vagy. Nem érek ráírni, most írjatok el. Kicsinek is adunk egy... Hagyjatok már! Egy gay-gate. Az ilyen kis szutykok gyűnnek, érted? Szondja talat, te is kicsi. Faszom az. Ne végezd már magad, kicsi. Kár az, fasz meg, érted? Inkább elvágtam volna a zsinót. És a trofiból sorthet utálva, azért fogsz egy ilyet. 3 volt mind a 3 barbell. Ennyi. Hol van Reta? Ugyanaz, mint a Dayzvén. Reta nem le van némítva. Hallani, ha itt van. Reta meditál. Koncentrál biztos. Nem tudom, hogy rajta újra szokta dobálni a botokat, hogy durka. Százas dogfish. Na, ez is oda basz. Vidd már el. Viszem el. Nem baj, már közelítünk a cél felé. 126 halam van. Na, Tuzson emlegeti itt a barcsákat. Már másodikat fogom. Hey, ma, Miami! Mit fogtál te? Fogtam egy izét, egy sárgát. Egy Vivit. 34 ezer XP-t, egy jó. Egy trofi Vivit fogott. Na, itt van ebben, látod, egy GG. De ott ez már mióta, hónapok óta vadásza. Ez nem számít valami, de legalább ő megfogta. Ennyi. Azzal a csali valamit te adta. Hát na, hát az ilyen. Hát az ilyen. Amúgy hol van fönt meg sárga?
Az jó pénz. Jó, gratulál az a lényeg. Ennyi, megvan. Hát azt, ezt nagy gratuláció. Arra már nem lesz gondod. Komoly. Hát nekem ilyen... Anyadik alkalommal vagy ott, hogy Miami a tengeren most második napon vagy? Igen, igen, még van egy napom, aha. De azt nem ma csinálom meg. Neked ebből nem kell ebből a idejből? Ebből a kis sökéből, vagy miért? Ez amit Norbinak is vettem, vagy elvég? Jaj, várjál, nem oké is, jó, de oké is. Van na a... majd ezzel a... Hát, ez biztos jó pénz lesz, nem? Hát a Vivi az jó fizet. Ritka, mint a Vivi. Azt mondja, 34k XP instant szintlépés lenne. Az biztos, Dani, azon a szinten még neked persze. Pálint, 26-os szint, ez az. GG. Megvan, végre, köszi. Mennyi? Most csak a GG-ből áll azért a chat, gyerekek, most nagyon. Végre megvan ez is. Mikor kezdtél jönni ide, Bálint? Ó, baszki, ez a villámcsapás. Ki volt az, Dani? Mikor kezdtél ide följárni hozzánk a Discordra? Hanya szinten voltál? 13-4, nem? Nem. 24, azt hiszem. Igen? Na, azt hittem, hogy lehet, kisebb szinten voltál. Kevesebb. De lehet, hogy csak 20. Nekem csak 500 grammot sült, bazd meg, Vivi. Nem jó a csalid, mondtam én. Lehet, tökéletes a csalid, hidd el. Tökéletes. A csalid tökéletes, csak a hal tökéletlen. Így van. Vagy töketlen. Vagy töketlen, így van. Én is fogtam egy pár darab Vivit, bazd meg. De hát ha nem adja be, akkor nem adja be, akkor nem tudok mit csinálni. 2, 4, 6, egyszer beadja a legváratlanabb időpontba. Az segít, hogyha hol, már mondom, hogy hol vagyok? Tehát 488-342? Én meg a 483-25-ben vagyok, speciál, de... Gyere át ide. Hát majd mindjárt miért is kérem itt azért, na. Hát be akar jönni, úgyis beadja a pályát. Persze, most hiába akár... Hát a Makit is úgy adta be, nem is számítottam rá. Persze. És arra mentem. Meglepetésszerűen. Hát, meglepetésszerűen bebassza az kéz. Örüljé paraszt, az jó. Fogtál már egy csomagot, most már kapsz egy trofit is. Majd beadja, nem függ az életem tőle. Csak hát az embernek baszta font, de csak a fajt, nem az életed, hanem az egészségi állapotod, a stressz, az nem vagy nagyon. Nincs is stressz. Semmilyen stressz nincs. Nem stresszel. Ti Ádám, hello. Tényleg nyitom kell egy ilyen stressz szobát a Discordon. Ó, bemész és ki dühöngő. Tudod magad ordítani. Ja. Dühöngő. Érünk egy durci szobát is. Köszönjük. Durci szoba? Az se rossz. Az NDC-ben van. Mindig ott ülünk. Hát egyszerűen volt nekem fönt a DC-n, 18 pluszos kategóriába tartozó dolgok, tehát aztán levettem már. Nagyon utusztalanak voltak a fiúknak. Aztán ragadtak a gombok. Sok undiságot töltöttek fő. Puliszka is, Sight, 6-8. Na, csak nem bírta ki a puliszka, nem ment tengerre. Be kell venni a gyógyszert, mert elgurul a gyógyszer, bazdmeg. Na, tudod, egy 4-9-es barbel, na, szép.
Ha elgurul a gyógyszer. Na jó, pizd. Igen, abból jön egy 15-20 darab. Amikor megy a barbell spot, akkor mennyi jön ki úgy átlagba per óra? Az már jó, ha kijön egy ilyen 6 darab, 7-8 darab? Szerintem az már jó lehet, igen. Mert ugye tudjuk, hogy ritka hal, tehát... Igen, mert bebecsúszik a másfajtól is. Hogyne? Tehát egy-két harcsa is, ugye, meg elveszi az időt, ugye. Igen. Hát, 6-7 darab, ha bejön, az szerintem egy nagyon jónak lehet mondani. Azt, ha esetleg úgy adná, esetleg mégis mind a három botra, mint ugye raptornak is egy beart, tehát ahhoz megint mászni kell. Három hát meg gondolom azért PVA-val még nagyobb esély. Nem? Vagy nem tudom, a PVA mennyit emel így az esélyeken? Ha úgy százalékosítani kellene. Na szerintem egy 5-10 százalékot biztos, hogy tesz rá. De valakinek szerencsével van, meg fogja PVA nélkül is. Persze, rosszul hányat láttam, hogy... Én 9,3-asat fogtam. Na figyelj, rengetegen vannak úgy, hogy már rége használtna a PVA-t, azt mégsem használja. Igen. Hát rengetegen horgásznak. Gondolom azért is, mert... Gondolom azért is, mert igazából a PVA az rohadt drága dolog, nem? Nem csak az, hogy drága, hát most azt az etetőanyagot megveszel, ugyanaz, mintha gombózba gyúrnád, csak ugye nem abban van, szóval... Igen. Végül is a hatás ugyanaz, de mégis valamiért. Ja, Fecó! Ciao. Látom, hogy én is elmentem énbe, aztán PVA-val semmi, leszettem a PVA-t, utána megfogtam őket. Mondom, mi a faszom van PVA-ra, nem ilyen. Mondom, hogy tényleg, hogy PVA nélkül meg jobban lehet fogni a pontot. Hát az is csak egy extra. Hát igen. Adjál már valamilyen halad, bazd meg még, amit ez a szárnyas gecivel lehet fogni, hát nem igaz, bazd meg. 779, közelítünk be. Add be, köcsög. Azért van, hogy Csalival semmi gond nincsen. Velem van a probléma. Nem jó kor, vagy jó helyen, ennyi. Ez is átkozott. Az is átkozott. Na, valami jött megint. Mi vagy te? Vagy nézzelek meg, te mi vagy? Egy rúd. Na, van egy rúdom is. Fogtam egy rúdat. De az is jó fizetem úgy a rúd, ha nagyokat fogtosol. Igen, nyilvánvaló, hogy jó lehet. Lampros Pél, Aktuban, az meg pont ráakadt egy ilyen spotra. Ja, anyádat, nyomj! Hullaháza majdnem szembe, vagy mi a faszom, az a krematórium. Hullaháza majdnem szembe. Na megint az meg valamit, mi van? Jó kis pénz úr, van, még 100 darab, Nyilvánvaló. Ó, Csubika. Csubika. Ez trofi volt. Az volt, mert elment? Jó. Ja. Persze, csak az lehetett semmi. Hát tik mondtátok, ha le akarok, Igen, Dominik, most azt kell mondjam, hogy igen. Most ilyen pillanatban igen. Kellene még egy ilyen kis 71 hal eddig, 1 óra 19 perc alatt. Egy nappalból is kéne valamit fogni. Mert az még nincs a naphalam se ittem benne. És többnyire próbáltam a pipa nélkülieket kiszűrni belőle, tehát vagy visszadobni, vagy összedarabolni. Itt még van egy. Nézzük akkor, macikám. Hát,
Térképen hol vagyok? 55-31, ez pedig itt. Be a 3 és felesbe dobálok. A 55-63-on voltam délelőtt, aztán középen voltam a 40 valamennyin, hol az éven. Na, 17-es fecó. Nem mentem át, mondom. Csak egész hétvégén nem mentem át. Lacesz? Na. Neked a Twitch-en van VIP jelvényed? Nincs. Kicsi? Hm? Neked van VIP jelvényed az én Twitch-en? Akkor... Mi? Tőlem ne kérdezz, mert kérdezted délelőtt. Neked van? Igen. Azért mondom, hogy ne kérdezz, mert kérdezted délelőtt. Szépen lassan írkálom be a Discordon is. Kokó, 16, mutatom ezt is. 16, kukorica és a kokonektár. Az etetőanyag az meg ez így. Hát tanik is szinten azt kell mondjam, hogy igen, nehéz pipásokat is fogni, de majd lesz. Nekem is legyen valami. Micsoda puliszka? Írni kéne egy verset, hogy elfáradt a tenger, mert olyan már van, hogy feltámadt a tenger, de ez most elfáradt. Öreg halászt és a tenger. Ó, de! Akkor most már jöhetne egy trófeapont. Persze. Ennek örömére. Na? Az nem annak a függvénye. All rang ilyen, olyan, aha. Milyen hall rangra gondolsz, te puliszka? Ponty akarsz lenni? Egy kifogott ponty? Amelynek szét van szakítva a szája orogga. Erre vágyol? Ott van neked. Nézd meg, mik vannak. Nézd meg, hát tele van rangolgatni. Hát csináltál magadnak rangokat. Ott van előfizető, akkor top 1-es ajándékozó. Ez az. Nyomja a DJ Puliszka. Puliszka rang. Hasz. Köszönöm. Csak többiek mit kezdenek vele? Puliszka ranggal, te. Esetleg olyan lehetne, hogy mit tudom én, tengeri rang, pergető rang, úszó rang, meg izé rang, fenekező.
Na megyek, beveszem a gyógyszert, mert elgurul, bazd. Jövök mindjárt. Törött torsó, törött botrang. Az se rossz. Jajajaj. Misinek egyből ajándékozom azért a törött torsót. Közöttünk ott Misi a legjobb ebben. Testőröm? Ha testőröm lennél Puliszka, akkor itt lennél. Testőröm, mit gondolsz, Samantha? Ember! Nem élnek több bomba az én. Ezért. Két széke is beszélget, aztán az öreg elviszi a fiatalt az erdőbe, mert a fiatal fél az erdőbe. Mutassa neki, hogy az itt egy fa, de nem két félni az erdőben, nem akar itt bántani téged semmi. Jaj, nézd már, mondja a fiatal, nézd már azt a szép macit, hogy futottan. Azt mondja az öreg, szaladjá, bazd meg, szaladjá! Szép maci. Itt is jöttne már valami maci, ami hozza a halat, bazd meg. Mennyi javára a maci? Hol? Tőlem nem. Biztos. Kizabálták az összeset a rohadékok. Van ottan. Kicsi, te hol vagy most? Maci. Igen, nem látlak. Hát látod. Ma brummogat. Látod, nem látod, na látod. A brummogat, brummognat kellene. Morogni morog. Morogni morog, nincs lófas se. Nem morogjál, csedd ki. Egy óra alatt 15 hal, hát miről beszél? Elég vagy. Egy óra 26 perc 75 hal. 4 óra alatt 33. Na bocs. Ott az ákla. Jó, hát a sortozó, nem? Ja. Nyertem. Cool. Nyertél. Időben mindenféleképpen. Hát gyere már ki, öcsi, bocsó. Mi a pöcs? Ne, panaszkodni kellett, már van két kapás. Na látod, na látod. Ez a beszéd. Gyere. Gyere a papához. Nem vagy olyan nagy, de jó. Nem jó. Csak 8 kilós lett. Rare. Parapaparapapapap. És kumpléra jött, kumpléra. Teszünk rájön nagy. Előttem a patkányt. Nagy büdös legyen. A sorokba. Mellé lőtté, azért menekült el. Lehet. De legalább most már hiányzik a jobb alsó sarka monitoromnak. Hát én ki is mentem cigizni, mert ezt nem fogja semmi se betépni. De hát most is csipog kicsi, nem hallod? Hát persze. Ma oda képzelem, bazzik. Az egy dolog, hogy oda képzeled. Ki is meg cigizni. Oké. Egészségkárosító tevékenység. Most nincs az itt. Úgyis meg kell döglődni. Most én is alszítom egy hármat, kb. Nem akartam elvenni a kedvét. 40 perc alatt 11 alatt fog, meg mennyit fogott egy óra alatt, vagy másfél óra alatt. Akkor jön jól a hal, hogyha megvan negyed óra alatt a 30 darab. Igen, az már nagyon jó, igen. Ja. Mind a három botot egyszerre veszed ki, ugye? Egy óra alatt, persze, egy óra alatt lehetne szedni a teljes szákot. Kompletten. Ahogy az egyik 7 perc vagyok itt is, 10 hal. Na, vedd le a lábad a pedálról most. Majd lesz az már szképse. Ajaj. Ajaj, bizony nem lesz.
Mit tudom én, anyuk? No. Semmi vagy. Akkor ez. Dobro, dobro. Mi jó? Minden. Jön a telefonom. Vajon van? Nyekereg? No, létesítő. Legnagyobb halam, 3 kilós brím. Jézus! Igen, láttam. Abból kell fogni még vagy 150 darabot. Egyébként hol vagy, Daniel, most? Melyik tavon vagy? Moszkitón vagy, vagy hol? Masturbálni megint egy barbár fogod, 3-2-eset. Egy kellene. Jött egy tarantaran is. Vid Ivi, Kaskarp. 8-6. Skuldpin. Ezt visszadobtam, mert ez kicsike volt. Amúgy ladogám, mit lehet csinálni, mire érdemes pecázni ott? Mire szeretnél? Mert az nincs benne. Hát figyelj, bármi jó. Csak ha valami jót adjon. Hát inkább az pergetni való víz. Aha. Csak máról nem tudok semmit új. Kuka. Kuka, de egyébként lehet ott a kikető környéket. Végül is. Kis apró halakat fenekezővel is lehet, úszal is lehet fogni. De én inkább pergetni megyek oda. Ha megy egy sár vagy valami, azokat lehet fogdokni. Egy-két csuka. Régen nagyon ment a csuka, ezt láttam még videóba, de most nem tudom, hogy megye. Gatya. Az is le van gatyászok, van a víz. De hát azokat a videókat már nem tudom, 8 éve láttam. Álmos vagyok, gyerekek. Ez szörnyű. Szia Zoltán, hello. Jusák Zoltán. Hm?
Micsoda? Hm? Szóta? Zoltán 73 a Twitch-en. Ja. Hozzá volt a kérdésem, mi újság vele. Semmi jó spotot sem, esetleg Zoltán. Igen. Hát ja. Úgy van, elvégezzük a munkát, hazajön 4 óra, akkor is kész. Nem. Hát ahogy én is csinálom évek óta, nem foglalkozok senkivel. Ugye Zoltán is sajnos ő sem tud semmilyen jó spottot. Hát, még ha menne Amber vagy ilyesmi, az ott is mennyit ültem, sokat, hú, heteket. Én belőle milyen cserék működtek, hogy működnek. Hogy mondod? Én berömlik működtek? Azt hiszem, hogy muszelesek mentek. Ez a Crab and Mussel 15. Meg... Meg. Volt még ott... Na, végeztem a tengeren, akkor azért a izé... Pepperbusszal 14. Az a trofi, amit kifogtam. A Vivi? Viviér 123 ezüst jár. Uh-huh. És 946 gram. Összesen még hozzá tudtam tenni 393,8. Szia, Soja, hellóka. Köszönöm szépen a villámcsapásra, éppen nem... koncentráltam, és nem oda figyeltem, más volt a téma. Éppen. Srácok, aki eddig még nem váltotta ki a Pecákok Horgász Klubhoz való csatlakozását, tegye meg, a csatornapontokért ki lehet váltani, jó? Okay. Van itt egy páram már itt, amit megtették, úgyhogy hajrá, hiszen hétfőn indul egy verseny Discordon, aminek az a lényege, hogy a legnagyobb Donuts Ruffét kell kifogni. Aki esetleg már látja, a Discordon van egy olyan szoba, az RF4-es kibeszélőnél, ilyen le van nyílva még egy kis, mint egy fórum szoba, heti verseny egyes névvel, oda kell betenni majd a kifogott Donuts Ruféknek a képeit. És akkor hétfőtől péntekig lehet rá pecázni, és szombaton értékeljük a heti fogásokat. Ház darabbal 20 pipás, egy donetsz 88-78 ezüst. Akkor ez a musszeles téma volt. Jó. Igen. Pepper Mussel, meg Mussel Szolubla, vagy mi volt a neve. Pecákok Horgász Klubhoz való csatlakozás kiváltotta, csak Bagi. Már is intézem, Bagi. Úr. Hol van az benne, János? Pecákok. Neked megvan a Horgász Klubod már. Te már benne vagy. Akkor nem keresem tovább, jó?
Várjál, a bagit keresem, itt a bagi. Itt a bagi. Töltjük a csomóval, meg amúgy se szabad, mert akkor még nyomod vissza befelé. Köszönöm szépen, Bagi, neked is. Jaj, de jó lesz. Újra visszamenni munkába, a monotonitásba. Ó, Dexikém, szervusz! Ez öreg Dexi előkerül. De sókám, gyere már föl. Én írtam neked Discordon, nem tudom, hogy olvassa, de... Gyere már föl egy picikét, légy szíves. Nem olvastad? Azok a tagok, akik itt vannak itt, opá, ó, de hova dobtam ezt tette? Úgy. Hogy nem hagynak békén alak. Skulpin puliszka. Megfogta a Skulpin puliszkát. Lisztes is megfogta a tropit. A bibit. Csak a lacesznak nem jön. Hát nekem nem jön az életbe sem. De nem baj, mi késik, nem múlik. Előbb-utóbb beadja. Fenn is fogtam már, vagy háromszor belőle. Dexikén várunk. Anulu mikor érkezik? Anulu leérkez, Anulu érkez. Gyere, mert nincs hal a játékban. Mióta nem percázol velünk, nincs hal a játékban, érted? Érted ennek a súlyát? Hogy itt hagytad nekünk az űrt. Mit vagy előtte? Nincs. Le van a mikrofonja húzva, attól még hallhat. Ó, atyám, mekkora bagot fogtam. Igen? Mm-hmm. El ne engedd. Anulu érkez! Anulu érkez! Anulu, Anulu! Én mond állni, úgyi bele, úgyi be. Állni budú. Nem akar kijönni, csak recseg a torsó, de nem mutass, hogy be van akar. Akkor az bug, igen, akkor beakadt. Bugi, bugi. Úgyhogy... relog. Majd kedden délután leszek, ma már kiégtem. Holott délután is leszek, de kettől délelőttös. Dolgoztam most a hétvégén is, mert ugye írtam neked ezzel kapcsolatban, hogy gondolom, hogy azért nem tudsz jönni. Gondolom, hogy munka hátán. Anulú kiváltotta a domfecót. Köszönöm szépen. Fordítva, domfecó Anulút. Na. Elveszik, ahogy is jelk a belépőmet. Belépődet? Az a Ronondexnek a belépője. Te nyúltad le a Ronondextről. Ja. Hogy vele beszéld meg. Bocsika! Ja, most érzem, köszönjük a klubtagság. Jani, streambe meg tudnád mutatni a Pepper Musceles cuccokat? Esetleg.
kipróbálnám Embert. Is-is, meg a nagylányom szülinapi buliját pihentem ki. Áááá, értem, Dexi. Akkor Isten értesse utólag is a nagylányodat. Mit csináljak? Úgy volt rakva, hogy volt a Pepper Muscle 14 vagy 18-ból rakva. Volt a Crab and Muscle 18 vagy 15-ösből a Rogra, és Muscle Deep. Várja. A mindjárt vagyok a te... Na, itt vagyok a te Kestrelba. Ez süllyedő bojli? Mit tudom én? Igen. Az biztos. Shinking. A süllyed, hanem olyat tegyél fel, Oszkész. De egyébként a... Nézd meg a véklibe, hogy hát mi megy. Várjál, Dexi, neked is volt születésnapod most a augusztus? Meg kell nézni, hogy mi megy most. Mert lehet, hogy már nem az megy. Vágod, hogy erről a spotról nem bírsz utána menni a halnak amúgy? Uh-huh. Istenétesen téged is. Hát azok 70 méteren van az téged. Nem tudom, melyik napon van neked. Nem bírsz jobbra elmenni utána. Se balra. Hát... Ja, aktubán vagy? Persze. Hát igen, azért ja, te májusi gyerek vagy. Nem kell tartani az közé. Májusi gyerek a Balatonparton. Nem tudok utána menni. Hát de hogy tartsam felépül a közé, mert 10 métert tudok mozogni jobbra-balra, bazd. Hát akkor meg szar helyen vagy, tudod, bazd meg. Akkor az... Ez a spot. Értem. Hát ha választanom fel, kéne... Fel nem tudok felmenni a parton. Jobbra engedtem, igen. Jobbra engedtem. De egyébként, Pálint, nézd meg a heti listát. Mert ez ment régen. Most már az változott. Ja, én a német régiót szoktam nézni, tehát én a Oda régiót nem szoktam nézegetni, azért nem tudok rá pontos választ adni. De gondolod, ránézhetek. Nézem most, a véklét, azt nézed a véklét. Véklét nézegessed, mert ami a múlt héten... Itt van például Amber, és csak a 29-ei, látod, olyan régen fogtak vele, hogy Esterberry 20, Vanilla Pop-up 20. Igen, vagy van olyan, na látod? Van, hogy még napközben is van. Meg van olyan, hogy Peach Pellet 18, meg King Plum 20. Ez mondjuk ez harmadikai adat az Amberen. Tehát ez is ugye még nincs elterjedve, tehát ez ilyen véletlen fogás lehetett. Tehát nincs belőle több, az az egy darab van. De hát próbálkozni lehet. Most ébredtem rá, milyen gyorsan szalad az idő. Nemrég még pelenkáztam a seggét. Hát igen, Dexikém. Igen, nymfiam is 18, februárban már 19 lesz. Tehát már közelebb van a 19-hez, igazából. Azt kell mondjam. Nagyon gyorsan telik az idő. Azt mondja Balázs, hogy ez a Peach plusz King Plum fog most talán beindulni véken, és van fent róla poszt. Talán még az RF4DC-n is. Hát majd várjuk vele még egy pár napot, azt látjuk majd a hetiben, hogy mennyire fogdosnak vele. Mert úgyis vannak rá vállalkozó szelleműek. Mi ez a VK? Elküldöm neked a linket, de ha fent vagy Dani a Discordon, akkor ott is fent van, jó? Az úgy jobb is, majd állandóan el fogod érni. Gondolod? Itt egy telefonszámmal kell igazából beregisztrálni, semmi egyéb. Igen, megnyitom. Ez így néz ki, és csak. Ez így néz ki. Ez az oldal. Ez olyan, mint egy orosz Facebook igazából. És akkor ide vannak feltéve, és csak. Oroszul, de tudod.
tudod magyarra fordítani akár. És akkor itt látod, hogy mi vannak itten. Az, hogy milyen etetőanyag van, ezt is tudod ugye fordítani, van rá lehetőség. Az, hogy mivel fogta, melyik tavon. Ugye ez mi az? 2067 Oldburg. Hú, de csúnya ennek a grafikájának a játékosnak, te. Azt a mindenit. Minimum. Hát az nagyon minimum. Hát lehúzta már. Akkor itt van például a macis spottok, látod? Ja, vágod ezt az oldalt. Aha, oké, akkor jó van. Ott kell tovább mutogassam. Nem regisztráltál rá, csak egy telefonszámot kell megadjál, ők megcsörgetnek, és az utolsó négy számmal. Annak a telefonszám, ami megcsörget, annak a négy számát kell beírjad az adott helyre, és akkor már kész is. Igen, utolsó négyet. Nem kell fölvenned a hívást. Nem kell fölvenni, csak kinyomod a telefont, és az utolsó négy számot beírod a regisztrációs helyre. Így van. És két. Nem bonyolult. Aki meg erre lusta, hát az meg ne kérdezősködjön, mert ugye vannak sokan, hogy lusták beregisztrálni, pedig... Jó. Oké. Lexikém. Nagyon sürgős. Hát tudom, már mondtad, most olyan kavalkád van, hogy nem tudom, hogy hol van a gépem, már megmondom őszintén. Kerestem már, csak nem találtam. Ja, olyan kavalkád van 100 méteren éjjük. Persze, hogy nem a Vengára jött, ez is érted? Hát igen. Leggyengébbre. Hát miért arra menne? Főleg, ha rálőtt neked egy fasz kis harcsa, akkor az meg aztán... Lehet, hogy rossz helyen kerestem. Nem is a gépen van, hanem a telefonomon. Most így a telefon is cserés volt, úgyhogy hát nem tudom, hogy hol van. Utána keresek, jó? Más nem letöltöm azért a Twitch-ről. Ja, csak meg tudom csinálni egyáltalán. Jön ez lassan, vissza már 85-ön van. Akkor meg lett az. Még kicsit húz, visszahúzom. Megy a kincs, ami nincs. Nem hiszem, hogy harcsa lesz, ugrál. Harcsa az nem ugrál. Itt volt az FBI. Ha minden jó, megy, jövő héten szétnézhettek a mappon. Óhá, Dexi, az nagyon jó hír. Az szuper. Jó, egyre előkerítem, jó? Vagy még ma este megnézem, hogy hol talál meg a telefonomon, vagy valahol. Ilyen országra jött az a valami. A négyzet alakúra van szükséged, vagy a hosszúra? Lexi. A két kaliberán van meg egy izin. Hát az még lehet az egy nagy build is, bazd meg. Ja, lehet, de tuti nem harcsa, mert az ugrál, a harcsa az nem ugrál. Hát, nagyon ritka még megy, mint a hülyem, mert már fogtam olyat, hál' Istennek, hogy ment, mint a küzdő, bazd meg. Folyamat. Hát jó, de az nem ugrál egy boton. Ráncos kedvében van, azért ugrál. Lehet az is, ja. Nagyon jó, Dexi. Oké, rendben. Vagy egy 40 kilós barbel. Az a baj, hogy ugye a telefoncsere volt, és nem hiszem, hogy fönt vannak ilyenek a telefonomon már.
Valaki, ez lehet egy kérdésem? Aktubával kapcsolatban? Igen. 33-103-on valami vaddisznó felakadt a horgón, és 29-esen viszi a balra. Hú, az nem jó a balra. Fuss jobbra. Én azért engedtem jobbra. Fuss jobbra, föl az onnak. Hova? Hova jobbra? Jobbra, fuss. Tényleg? Igen. Jobbra fel a dombnak. De tudom meg. Igen, majdnem, hogy a vízig. Milyen vízig? Mire gondolsz? A kopparásig menjünk, fuss már jobbra. Várjál, megosztom a képernyőm. Én is inkább jobbra engedtem ki, nem balra, mert balra elmegy ott. Hát ott arra van. Nem tudom, láttok. Menj jobbra. Jobbra, de 29-es fékkeri, mert ugye balra nem tudok menni. Engedd le jobb a féker, azt menjél el jobbra. Menjél, koppig. Úgy jó. Ne, sok. Le fogok ebben. 20. Kicsit állj meg, hogy lemújjon a láng. Van egy ilyen indexi. Menjél koppig. Még a nádon túl. Ne lazuljon meg a zsinóra, arra figyeljél. Nem lazul, hát... Van egy... Már 10 perc rajta van egyébként. Nehogy véletlenül meglazítsa. Van ez egy kicsit más méretben. Ez a max itt? Mert neki fogsz menni láthatatlan falnak. Igen. Ez az. Állj meg. Jó, itt. Na most innen operáljál vele. Hát, ha ott maradok pont a kanyarba, és nem megy el fölfele. Van ilyen is. Zsinór, figyelj, nagyon... Elküldtem egy pár darabot, Dexi, majd nézd meg, légy szíves, jó? Forduljod, ahol van? Ugye egyik nagyobb, azt hiszem méretben talán. Még ezen az oldalon van? Igen, remélem. Nem biztos. Igen, egy kicsit az egyik az hát magasságban nagyobb. Hátra. Beindul majd balra, hátra bejön balra. Azért kell kijönni teljesen jobbra, hogy ne menjen a hajlatul tovább, mert a mész után akkor ki tud menni a hajlat után, onnan már nincs vissza. Tudod mi ez? Egy kurva egy busa, bazd meg. Az is lehet, igen. Asztorod. A busa... 27,947. Az nem rossz, az már szép darab. Ez mikor tudod trófégezni? Mert 28-tól akkor befalcolok. Hát pedig az annyitú. Annyitú. Én úgy emlékszek. A 30 körül tű trófé az. Mi jó van, retának 28-tól. Hát nem. No, a jó anyádat megérsztél a... Big Head. 30-tól. 30-tól? 30. Nem olyan 30-tól? Aha. Látod, Sulya? Piszkálja már a fantáziánkat. A Dexike. Na, a Weekly Record-os lettél, Reta. Hát azt azzal nem ér semmit. Ki, Reta, de... A Weekly az, ahol nincs jegyezve. Ez közöm nincs, bazd meg. Az csak ott tartsa, nem tudom más csinálni. Nekem is 100 méterre elmenni. Kivárásra kell menni, kivárás. Igen. Jaj. Ez a fülesre, mert nem hallok a játék. Az igen, Tuzson. Hát húzza rendesen, barátom. Hát húzza, hát igen. Hát azt csinál, amit akar konkrétan. És ez már elég rég. Egyébként 26 halnál járok 2,5 nap alatt, és jöttek azért. Nekem is jó, aha. Na. Jöttek Mánnák, 8-as is, meg jöttok 10... Hú, nem is tudom, 13 kiló? 18, már nem is tudom.
ilyen időszakosan. Igen, igen. 20 percig semmi, aztán 10 perc alatt 4-5 hal. Akkor a zsinót ne inget, hogy belazuljon. Jó, hát ennél magától belazul néha. Hát azért kell. Hát forog. Még fordulhat jobbra a karakterre, hogy a bot is jól meg legyen hajolva, hogy kirúgja, ha hirtelen megengedi a zsinót, akkor a bot az korrigálja, nem tudja hamar meglazulni. Mennyi van a innen hátra elmegy oda. Péker, mennyi van? 29-en? Igen, nyilván. De busa azért tud menni te. Megy, megy el a buszra, igen. Itt, ott a két leves, egyik anyai, másik a tiéd, és akkor ott van a dobozba a hús, meg a savanyúság az üvegbe. Az a tiéd, jó? Bizony nagyon ügyes a Dex. Ilyen gyorsan megcsinálta. Na most a log tiszta jelenleg, aha. Na az van nagy szem. Az nagyon nagy szem. Már szerintem kiment egy másik kanyarig, nem? Közöm nincs hozzá. Szerintem is. Nem. Elfogtam valami nagyot, de hát... Na, kiment a másik kanyarig, aztán azt nem fog visszahozni már. Hát akkor az már itt. Akkor ott annak már gatya. Csak megy. Aha, csak megy. Az már kint van szerintem a másik kanyarig. Hát annyit tudsz várni vele esetleg, hogy még a Dami engedi. Hát, ha megfárad. Nézzük a Damilt. Hol van? Hát ez nagyon nehéz lesz visszahúzni. Az már nem oda van. Az már a túlsó oldalon van. Akkor meg mindegy, nem? Tudom még menni jobbra? Mi? Jobbra tudom még menni? Nem tudok. Ennyi? Jön a stégen, anyas klippet. Jézus, az már ott van a tekintet. Várjál, mennyi az idő? Hát, még lehet. Ezt a szákot felé akarom fogni, tehát 100 halat akarom fogni. Szállni egy csónakba, azt utána menni, baszki. Hát azt úgy nem csak az a baj, hogy vissza sem fogod tudni húzni, mert nem tudsz elmenni majd arra-balra, hogyha mégis visszajön, hogy oda visszahúzod. Az már nem ilyen sem, mert az már ott a túloldat puszka. Még lehet, hogy itt a másik oldalon, lehet, hogy visszajött az. Hogy visszajött azért a hajlatban, nem ment ki a másikba. Beszéltünk utána, Solya, még egy picit a gondolod. Van kedvetek? ...95-nél járok, még 5 halat kell fogjak, és akkor ezt eladom. Stégen, ha hanyas klippet használtál? 15-ös. Köszi. Jösen. Úgyhogy az eléd nem válaszoltam, csak lehet, hogy nem hallottam. Visszajött a halatuzsa, vagy hol van? De hogy jött vissza? Sziget túloldalad az? Hát gondolom. Most mit csinálják? Nem tudok mit csinálni. Ja, oké, rendben, Solya. Nem, a közöm nem volt hozzá, elindult, azt ment, amerre akart. Jó, ja, akkor jó pancsit, puszika, köszönöm szépen, hogy benéztél, és itt voltál. Tényleg nincs esély visszaforgatni, nem tudsz mozogni, az veszélyes helyet. Hát ez a spot, ez ilyen. Igen. Jó. Hát jól lehúztam már, nézem a Dami mennyiséget. Azt a... Körül van még az, ahol volt. Tónak a visszabugdösöd. Nincs tele a dobom egyébként, már 300 méter van rajta, és majd 500 félre. De már tudod húzni, vagy még mindig csattog az orsó? Hát viszi. Viszi, aha. Most ilyenkor húzom, amikor... Most áll, viszi. Ennyi. Azt a rohadt. Tarts el a másik irányba a botot. Szakja. Hűha, pamacs mosás. Oda dombra se lesz fel, mert még előrébb menjük. Nem tudok tovább menni. Aha, itt a vége. Pussa a véle. Nem próbáld meg visszahúzni. Még most a kis padhelyzet, most még itt eljátszanak egy darabig. Hát ha visszajön, akkor jó, ha nem, akkor egy altát, négy lesz ennyi. Hát, mentem arra a másik oldalára. Vagy ha kifullad, akkor még esetleg csomlókkal el tudsz menni rossz, ha fenn van a vízetén lögdösni arrább, de nem tudom. Mindjárt jövök.
Hát én is kíváncsi vagyok, hogy mit fog. Erre most én is. Minden esetre szurkol. Mindenki szurkol neked most, Tuzson. Igen, biztos. Kitartás, kitartás. Hajrá, hajrá. Kérje oda be vacsorát magad mellé, sört. Mindenki legyen. Ádi, ráérsz egy kicsit? Hozol nekem egy sört? Köszi. Na, hát, itt az energia. Így van, ez a beszéd, Tuzson, így kell csinálni. Még jó, hogy van az embernek egy gyereke. Hát tudod, Dex is írja a cseten. Zsod, meg tudod csinálni, hajrá, hajrá. Olyat nem kell, fiam, minden. Gin nem kérek, köszönöm. Maradt a gyereknek egy kis gin tegnapról. Hagyjuk. Ki is bontod? Mindjárt behoz neked egy... Meg is iszott helyettem? Egy jó kis pilsner urquell. Na, az jó. Egészségedre akkor. Egészségedre. Köszönöm. Lippes, turbo. Az adja az energiát, meg figyeld, mindjárt megoldja a helyzetet. Turbot, 14-3. Kossa neki a zét. Profit. Kapásom. Nyom valamit? Nem csinált semmit. Ezt a... Ronon Dexette. Valonnan visszahallom magam. A Zoli gyerek visszhangzik. Ja. Nem lehet beszállni a csónakba, aztán elindulni? Bottal kezedben nem. Buzi ez egy buzi játék, bazdmeg. Tudom én, hogy valami hiányzik, bazdmeg. Én akkor sem vagyok ott úgy így. Búzik ezek az oroszok, nincs semmi. Még előzött meg. Melyik előzött meg? Mivel előztek meg? Hát ebben, hogy rányomtak. Ja. Lacinak a bejelentésüve. Na lesz, valaki tud mondani egy jó spotot szúnyogon úszózásra. Bárhol, spot. Ez tényleg az a stégen, ahol a csónak ki van kötve. Na jó ét, srácok, megyek pacsizol. Mi? Pancsizol, nem? A gumikacsával. Kacsát hagyd ki. Lexikém. Jó pancsizást. Köszönjük, hogy benéztél. És akkor remélem jövő héten már összefutunk. Legkésőbb kedden, igaz? És leghamarabb kedden már. Jó éjszakát neked. Oké, kedden délután rendben. Super. Akkor kedre nem tervezek streamet, akkor azt úgy beszéljük meg. Megmondod, hogy mit fogunk csinálni. Tesztelünk, vagy nem tesztelünk, és akkor, ja. Úgy indítok, vagy nem indítok. Vagy mondod. Yeah, hogy is. Pat helyzet, még mindig pat helyzet van. Ájjájjájjájjáj. Jó, de hát ez esélytelen, hogy átjön a földön, nem? Tehát ez mindenképpen bukta. Nem biztos az amúgy. Hát... Szokott hát úgy lenne, hogy át tudod az húzni, az vagy ott. Van olyan. Vagy kikerüli maga a szigetet? Hát de most hogy kerülnék ki? Hát ott nagyon nagyot kéne neki kerülni. Hát igen. Ő meg ott egy helyben áll. Fie, ha... Tedd le a botot, ujj a csónakba, csónakáz oda, basz fejbe. Ha még húzza az orsót, akkor ne tegye le a botot, mert akkor... Hát akkor ne. Mert ugye az meglazítsa. Próbáld meg energiádat tölteni? Azaz. Tedd ki a kávét nyomógombra majd, Tuzson. Ha tudod, négyes megnyomod, például, csak mondtam egy számot, és akkor azonnal megiszol a kávét. Ott van a csúzlim most. Ja, értem. Közben lövöd az a valgyakat, bazd.
pont 80% lettem az előző hallal, egy tokkal, úgyhogy... Az adhatott volna ez a kibaszott buszé. De van, mikor át lehet húzni. Ja, izére mondod a bottom fishing, igaz? Mhm. Most már tudok rakétá. Rakétázni. Szuper. Előfordult, hogy át lehet. Jó a csúzni, csak nagyon szór egyébként. Tehát a rakétát azt mégis csak pont oda dobod, aztán az ott van. Igen, igen, igen. Egyébként volt már, hogy a tokot is áthúztam a sziget alatt, szóval megeshet ez is amúgy, hogy... Hát én annak örülnék a legjobban, ha az valami alagutalát jönne. Ha esetleg teljesen... Tehát figyelj Jézus, ott egy kicsit meg kéne nyitni a földet egy sávval. Igen, jó, de akkor csináljuk. Majd mindjárt megyek egy markolóval. Nem kell oda markolni, neked olyan erőd van, hogy... Hát hogy a viharban nem olyan. Jézus, csak a tengeres ezért. Szerbusz, Pityi! Ha minden átmegyek, azt átlököm neked össze. A hétvégén szombat, ha nem dolgozom. Rendben, Dex, oké. Oké, oké. Letisztázva, akkor jó. Na. Nem megyünk a pirosba, gyere csak ide. Minden lehető legnagyobb rendben. Még van három halam, amit ki kell szedjek, Pityikém, és akkor utána bezárjuk a streamet, mert megtelt a szák. Lehet folytatni azt a... Na, hát már 20 óra 8 perc van, tudod. Igen. Hónap már meló. Ja, nem is mondtam, tegnap nem voltam, aztán fogtam egy 3377-es mirort. Ó, gratulálok, az szép. Ja. Ez első dobásra. Elsőre? Elsőre. Ez komoly. Hát ja, kérdeztem a fiúkat, bejött, elég későn értem haza, ugye, Fehérvár, meg... dolgom volt. Igen. Kérdeztem a fiúkat, itt benn voltam, hova lehet halat fogni, hova menjek? Mondom, bárhova, csak nem acira. Hát macin. Mondom, azért faszonnak sincs kedve. Pont és ott a mirror 33-77. Mindegy, mondom, akkor fogok egy trofit. így van. 12-es pop-upot elvitte az első dolgot. 12-esre fogtad? Igen. Aha. Az igen. Gratulálok, az szép. Ja, jó esett. Veled mi újság, Pityikém? Régen láttalak már. Hát nem adja be ezt a maradék 3-15 kicsit. Nem kéne visszamennem oda? Főfele? Sok a meló. Jaja. Itt meg nem jön a hal. Nézd meg. Már nagyon elment jobbra, látod? Nézd már meg rövid időre a térképet, hogy merre tudod elmenni, Bég. Arra van, amer ott van kint. Az még ott van valahol. De nagyon rossz. De nem nyerek egy centi damage se egyébként. Ameddig még van benne motor, addig 20 perc, biztos valami ok lesz. Ugye csak és balra nem tudsz utána menni? Nem. Balra... Nem tudok elmenni, csak a csónakon túl egy 10 métert, és ott van a vége. Aha, jaj. Én ezt nem tudtam, azt hittem, hogy ott fönn tudok menni, ez csak vége. Én is úgy gondoltam egyébként. Erre mondtam az előbb, hogy balra meg jobbra tudsz menni 10 métert, az kuka. Ja. Egyelőre innen kell bent tartani. Jó, az a csali kombó? Oké, Balázs, reméljük. Elvileg, ha nagyon elfáradt, hát nem tudom, hogy... Mert volt, hogy sziget alatt át tudtam húzni, hát ő is a szárazföldnél át lehet-e húzni, át-e engedi a játék, nem tudom. Hát te tanálsz egy bugot a sziget alatt. Igen. Csak semmi féleképpen ne tedd full fake-re. Húzásnál sem, amikor elfárad. Nem. Mert nekem úgy tört el az orsom. Azt megint viszi. Ez nagyon-nagyon kemény gec. Ez nagyon izgat most, hogy mi lehet az. Hát valószínűleg sok valamelyik fajtája. Mert az a picskét olyan nehézkesen szokott fáradni, sokáig van benne erő. Jó, a motorja. Kályagégyújtó gyertje van benne. Persze. 4 ütemű vagy 6 ütemű? V12-esbe. Mm-hmm.
Mutatom. Megindul a tuzson. Tuzson fárasz most. Nagyon durvát. Már fél órája. Rilbe. Hát kb. Jó. Ja, ja, ja. Az a baj, hogy most áll egy helyben, és nem tudom tovább húzni. Tehát ahogy tekerem, ugye... Hát igen, és nem is mozog. Nem. Nem mozog, csak ugye azon a távon már nem tudom veszed észre. Mozog az. Ugye azt észreveszed az orsok. Nem mozog. Akkor nem szerintem mozog. Főhúztad a partra. Valószínű. Kis cső, most várj egy picit, ha nem mozdul, akkor rárakod a, azt a fektetett nyolcat. Barbell a cél haladtala. Húzóra. Mi történik? Nem szabadul, még a végtelenben ne tegye. Ha mondom, már nem mozdul. Ez most pat helyzet, látod. Jó, 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 jó. Ez most nagyon. Nem tudom húzni, mert olyan, mintha ugye most ott be lenne akadva. Mintha beakadtam volna, mert ahogy elkezdem húzni a botot, igen. Annyi zsinór megy le, amennyit húznék. Jó. Látod? Picit fektetett nyolcas legyenek. És mit csinálják akkor? Legyél gyors. Reflexed remélem jó. Hát de most mit érek el vele? Húzzál rajta. Hát de úgyse tudom áthúzni. Azon a szigeten. Hát hogy? De hát ha már kihúztad a partra, akkor nem lehet azt csinálni, lerakod a botot, a bottal, nem, túl nem, a bot, csónakba. Nem, nem, a botnak a kezedbe kell. Ja, mindjárt nézzük látom. Tovább, jó srácok? Ja, ja. Mi lesz? Nem lehet úgy. Akkor egyből tudjuk. Ja, vidvi. Szépes, és mi történik? Hát, tudom, fárasz valami nagyon durvát. Megnézed, de egyébként. Igen, hogy leteszed háttal azt, a botot. Azt mondja Balázs, hogy ne rakd végtelenbe. Semmiféleképpen. Nem, semmi szín alatt ne tegye végig. Nem. Na hát akkor tippeket várok. Nem volt senki ilyen hasonló helyzetben? Tedd le csónakkal, nézd meg, hogy hol van. Igen, tedd le háttal a izét. Hallod? Fordulj ki oldalra, teljesen. Fordulj ki oldalra. Még. Na srácok, akkor ebből kilépek. Úgy tedd le. Így tegyem le. Úgy tedd le. És akkor nézzük, hogy mi a helyzet akkor a tuson. Csónakba vágod magad, azt elmész, megnézed. Az előkével azonnal szakad, jaja. Van még jegyed? Mi? Van még jegyed? Mert volt ott neki játéka, bőven. Menjél. A 29-es féke nem lették sárgába, se neki az indikátor, volt még ott hely. Menjél, nézd meg, hogy mi az az, ami ki van feküdve valahol. Erre kell menni, jaj. Arra, menj. Arra. Arra, csak jobbra menj majd el. Amivel, hogy arra kanyarodik a folyógon, nem tér. Azt mondja a Vidivi, hogy neki már volt ilyen, és milliméterről milliméterre áthúzta a szigeten. Tényleg? Uh-huh. A szigeten igen, de ez nem sziget. Ott van. Mi? Ez volt az. Ott mozog. Hát mennyi. Ott van előtted jobbra. Jobbra, ott van előtted. Ott van a parton, tényleg. Jó, tényleg. Mi az? Fogba az. Hát itt nem húzod át. Nem egy. Tessék. Hattok. Na most indul meg. Még van benne. Basszus. Azért nem szabad végtelen betenni, mert most így megindul át, azt akkor törni. Menjél vissza a bothoz, szerintem. Nem azt mondtam, hogy hagyja úgy. Azt mondja. Egy pillanatra. És tekerj erre, hogy mit történik. Azt mondja Balázs, hogy az wild. Hogy az wild volt. Én is annak láttam. Az meg mit csinál ez a szar? Te most mit csinálsz? Oldulj el, fordulj. Próbálok visszamenni. Ja, mert olyan fura volt, mondom, mi ez? Ránegyította. Az egy wild. Én legalábbis annak láttam, nem láttam, hogy ilyen kis rucskes lett volna, az nem tok. Az egy wild, egy szebbecskevél. Hát az is egy jó kis trökét. Nyomsz neki egy entert és megvárat, hogy leakadjon. Hol vagyunk? Ott szembe? Ott. Itt ugye? Aha. Az a baj, nem húzod át, az esélyed nincs. Még rajta van. Rajta van, ki kell fújni. Itt van görbül, meg egy szó. Ez komoly. Jó, meg legyen hajóban, mert akkor izé. Tessék, akkor háttal, bazd meg.
Hátra. Tekerjed hátra, ha neked így jobb. Menj ki fúr a balra, amíg lehet, és próbál tekerni. Azt írják. Igen, ki lehet azt vonjatni. Hogy, hogy ki az izé mellett jöjjön ki. Már ki az izé mögül. Hát arra menjék, menj, a csónak fele. Menjél arra egyenesen. Hát ezt mondtam én is, hogy hát hódára megyek. Ameddig tudod menni, menjél addig. Hátha. Ugye mindig egy kicsit visszább megy, az hátha. Ki lehet arra zavarni. Ameddig csak bírsz, és úgy húzd, de lehet, hogy oldalra kijön, hogy oldalt a parton. Szép volt, ha riad volt, bazen, az volt, sima volt, nem tok volt. Nem volt pikkely. Biztos, hogy nem tok volt, igen. Csak az árnyékból hittem hirtelen, hogy olyan nagy az. Ez szurkolunk neked. A fák még tudsz elmenni csak. Igen. A fákon még túl tudok menni kicsit. Na, az jó. Hát a végéig jó. Hát, ha meg lehetne izélni. Itt nagyon, a vége. Itt a vége. Jó, azért így könny, talán egyszerűbben tudja pumpálni ott a sziget oldalán végig. Igen, mindig egy picit húzni, és hát, ha izé elcsúszik a sziget. Mekkora előkéd van fent? 27-1-es. 27-1-es. Ő nem kell azt, hogy tekerni ilyenkor, csak hagylék a bot meghajolva, fog mindig elrébb jönni egy picit a hal. Aha, igen, gyerekek, mintha... Jönne. Mint ha jönne, igen. Olyankor ne tekerj, mikor pörög a dob, hanem csak mindig ráfeszíti el, azt akkor szépen a part mellett hát a végig csúszik neked. Jó. Jön az. Majd. Az már ki van párod, azt ki lehet mondatni. Ha nem akad be valahova, akkor igen. Csak meg kell próbálni. Nem lerőltetni, elvileg be lehet azt húzni. A part mellett végig csúszik az. Hanem akad be valahova. Csak kitartás kell hozzá. Mm-hmm. Te járt, ügyed? Hát már szerintem tal olyan jó 40 perce már megy a fárasztás. Mert mióta beszélünk, már elment 10-15 perc. És már előtte fél órával elkezdte. Most csak be kell csörlőzni. Most jön, szép most... hal lesz, aki jön. Jó lesz az. Most jönnie kell, mert hogy tekerem fel a zsinort. Nagyon jó. Én nagyon izgulok. Ugye, ha nem trofé hát lesz az arabó, nem. Kurva anyász. Én is nagyon izgulok. Nem trofé, agyon taposom itt a parton. Karóba húzom, bazd. Elmeterem a nyakán. Először vedd be a Viagrát, hogy karóra tud húzni. Csináljál belőle halszeletet. Okay. Hol van az a kiváltás, hogy mi lesz, hogy hol van az a kiváltva, hogy dob vissza a következő halat? Na most nyugodt meg ott a spiccem megint, bazd. Csak lassan. Csak tartsd úgy meg. Aha, arrébb ment. Nem kell. Majd ő keres magának menekülőt. Persze. Néha-néha egyet rúg a farkával, azt akkor kijjebb megy az a parzs, csak tartsd úgy feszítve. Úgy is látod az indikátor. Ja. Fele. Hát tudod, hogy engedi fölfele? Szépen lassan. Szép lassan. Ha. Húzza maga a botnak a izéje. Ja. Persze. Igen. Mert Balázs az rá nem vonatkozik, az rám vonatkozik. Hiába váltanád ki, engedje vissza. Azért azzal nem tolnánk ki vele. Ha velem kitoltok, az más tészta. Én ugye kurvának álltam, tehát. Nagyon szépen jön. Jön szépen. Lassan. 764-es Dogfish, bazdmeg. De már csak egy hal kell a 150-hez, gyerekek. Egy haluci. Oké. Okay. Az már ott jön. Az meg lesz az azért mondtam. Nem kiabálom el, mert ügyesen leakadhat. Az nem fog leakadni, az már. Veszett legyen a zsinóra, az a lényeg. Így van. De jó, hogy nem vágtad el. Azért van a szóval. Izzad a tenyerem, hallod? Nekem is. Kijön, nem gondoltam volna, hogy ez meg ki fog jönni. Én azt hittem, hogy a Tekülsz tornál van. Hát akkor most is tanultunk valamit, igaz? Igen. Jó, ilyen még valami nem volt. Azt mondja, hogy a tok lesz, én akkor is azt mondom. Hát, nem lett tok. Meglátjuk mindjárt. Hát jobban örülnék egy
trofitoknak, mint egy hát a trofit, hát az... A trofit nem veszed ki ennyire alatt, annak kell másfél két óra, főleg ezzel a szereléssel. Hú, simán. 17 kilók nyomó. Már itt van ezen az oldalt, nem? Itt van, már közel, itt ott van. Bazd meg! Igen, néha-néha egyet legyint a farkába, arrába-arrába, hogy mindig a partról, szóval be lehet csörlőzni, csak finoman. Azt mondja a Virgi, hogy lehet, hogy rá retrofi Barbie lesz. Az nem Barbie volt. Az huszonyát én sem úgy láttam, hogy Barbie-nek lett volna. Az egy Virgi lesz, egy szebb. Nem Barbie-baba volt. Toknak se volt, Toknak ugye. Arra az a pillanat, amíg láttuk, addig nem láttam, hogy Tok jellemzője lett volna. Csak a kinézetesen pedig, ahogy... Ott lesz már közel. Szemecske Wild. Majd kiderül. Ott úszik már. Az egy csapkodné. Az egy harcsa. Az egy harcsa. Az egy harcsa. Jó tetves kurva anyját, már bocsánat. Hát igen, van ilyen is. Hát ez kapufa. Tényleg karóba húzom, bazd meg. Hát először vett ki, bazd. Azt mondja, Vidi, hogy ne. Ez a legrosszabb lehetőség. Igen. Ez. Egy szaros kis 20 kilós harcsa lesz, bazd. Hallod, ha nagyobb az enyémtől, 25-östől. Akkor mi lesz? Hát akkor GG. Akkor kette húzunk karóba, bazd meg. Ketten, jó, oké. Mind a kettőtök fasza belefér a szájába. Igen, az biztos. Igen. Az egész csoporté. Zacskóstól. Hát olyan 20 kiló köré. Mennyi előre, partról, lassan. Úgy, hogy... Most már lehet, hogy meg is tudod szákolni. Meg tudod szákolni. Azaz. És? 23,3. Kisebb. Hát mindegy, akkor is erre a gratuláció érte. Hát, ja. Megküzdöttünk. Meg. Kitartási. Hát, hogyne, mindenféleképpen. Hát ez grat érte. Kösz. Azt mondja Balázs, a fene egye meg. Hát igen. Igen, ez tényleg így van. Hát ez a legrosszabb, ami eltelt. Vírkárma jobb lett volna, mert az legalább jobban. Azt mondja, azt írja az ACM is, hogy szép az grat. Így van. Jó van, srácok. Na, 5-11-es. 23-as harcsa, mennyire húz, bazd. Jó van, srácok. Akkor én a mai napra elköszönök, jó? Köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk, de már csak 17 óra magasságától, vagy később, mert holnap már hozom el az autót, ami azt jelenti, hogy még ugye 16 óra után még oda megyek, meg átbeszéljük a dolgokat, meg ilyesmi, és lehet, hogy még később is lesz. Lehet, hogy lesz az 18 is. Na, majd látjuk, jó? Holnap talizunk. Oké. Na, sziasztok, jó éjszakát, ciao. Köszönöm. Na, srácok, akkor most már azt is kikapcsolom. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és együtt szurkolhatunk Tuzsonnak, hogy legyen valami szép. Hát igazából a szépséggel nem volt abszolút probléma, az egy szép harcsa volt, de másra számítottunk mindannyian szerintem. Úgyhogy, ja. Jó éjszakát kívánok nektek, köszönjük, hogy itt voltatok ma este is ezen a 2,5 órás rövid streamen. Legyetek jók. Jó éjszakát. Holnap tali, ahogy mondtam, lehet, hogy 18 óról lesz az, jó? Szevasztok. Ciao.